Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Feri, hello, Janni. Sziasztok. Jó reggelt. Hello, már köszi. Vagy, már vagy. Van, és tapsunk is van. Mindenki van, gyerekek. Csak még álmos vagyok, mellé nyomok. Itt vagyunk, jó reggelt, hello mindenkinek, gyerekek. Gyönyörű szép idő, talán az első, vagy nem, már egyszer beszéltünk erről. A második olyan reggel, amikor az ember úgy lép ki reggel, hogy egyáltalán nem fázik. De még a hőérzetet sem olyan, hogy kicsit azért még úgy reggel van. Tehát olyan brutális 22 fokkor a reggel, hogy ez a szenzáció. Nagyon kellemes. Tegnap milyen volt a 32? Fú, nagyon jó volt. Jézusom, napközben. Nagyon jó volt. Okosan déltől kettőig tudtam játszani. A legjobb kor. Fú, de árnyékolták a pályát. Nem futott melletted egy kis fiú, aki fogott? Nem, szörnyen gyorsan kaptam ki a tűző napon kétszerben, úgyhogy szörnyű volt. 2,5 órát játszott. De csak azért, mert nagyon profi volt, ugye? Jó játszott a francba, elég jó játszott. Igen, ráadásul nem vittem magammal folyadékot, semmi. Így kell csinálni. Ittam abból a slagból, amivel locsolják a pályát, és akkor mutatta a srác, aki játszottam, hogy nézek már a másik pályára. És ekkora betűkkel, tudod. Nem, így áll a slagból, nem ivóvíz. Tudod, a Duna mellett játszottunk a Népfürdő utcánál. Hát most egyelőre nincs bajom, de azért úgy figyeltem magam éjszaka, hogy mint a véres a székletem, tudod, bármi, hogy így a Dunából ittam, mert nagyon nagy betűk, és nagyon sok felkiáltó jel volt ki, biztos hogy ne így áll. Artézi, azért van ilyen fura illata. Nem baj, azért jól esik. Figyelj, jól esett, tudod, van az állapot, amikor már így egy órát játszol a tűző napon, rohansz a 3 kilométert, és mindegy, hogy mi. Tehát egyszer nem érdekel. Nem érdekel. De ha Duna víz volt... Az nem jó, nem? Balázs nem ivóvíz, ja, és benn volt. Igen. Mi van a Dunavizet iszol? Mi van akkor? Hát... Tétlem, hogy Dunavízzel locsolnák a pályát, mert azért az ott fertőzéseket szedsz össze a pályán, tehát azt nem hiszem. Csak valamilyen furtkút lehet ez akkor valószínűleg. Az viszont meg már azért az megszűri. Szó. Hát attól függ, milyen éről jön. Igen, meg milyen messze a Dunától. Így van. Ugye? És hogy van-e a közelben egy vegyipari trösznek lerakata. Igen, na mindegy. Szerintem hasmerés lehet belőle. Maximum viszont az már jelentkezne. Tehát nem ülnél ilyen békésen. Nem, egyelőre nem gőzborotva a fenekem, úgyhogy jó vagyok. Egyelőre nem porlasztok. Tudod, van az állapot, amikor már gőzborotva vagy, tudod. De az nyomás is kell. Hát az még azért van. Nyomás az van, de nem porlasztok egyelőre, úgyhogy. Azt mondtam, hogy jaj, gyerekek, tényleg? Aha, már meg is írt a Szatyin. Nagyon szemfülesek tegnap óta, nagyon-nagyon odafigyelnek a hallgatók. Én is odafigyeltem, hogy véletlenül se itt kenegessem meg a kezemet, mert már sokba van. Nem kenegettem a kezemet a stúdióba, és hogyha megfigyeltetek, akkor már benn voltam megszólalás elején. De már vártottál aprót reggel? Nem tudom, miért van ennyi apróm egyébként, fogalmam nincs. Tudat alatt. Ez nem működik ez a dolog. Nem fizetek nagyon apróval. Nem tegnap újra elhatároztuk, hogy néhány dologért megbüntetjük egymást, mert egymás agyára megyünk bizonyos dolgokkal, úgyhogy újra büntetésekkel szankcionáljuk ezt a dolgot. Nekem a jaj, gyerekek, és a nem tudom mi. Neked a kézkrém és a késés. Neked a reggeli, halálunalmas sztoriaim. A halálunalmas. Ez nem unalmas, csak a nagyon felvezetett, ugyanakkor kevesebb csatornával rendelkező történetek, illetve... Akaki. Ja, az igaz. Igen. És azt mindig megvádoljuk majd. Ne, majd föl. Az ki jó van az Isten, mert sztorit nem mond, akkor csöndben van kettő, és azt meg, vagy ha nem, nincs kaki, akkor vagy fölmegy, vagy letagadja. Tehát ő fog a legkevesebbet fizetni, neki változtatni. Meg igazából miért kéne a kakiért fizetned? De most mi van, ha erre valaki rámegy? Nekünk már az elég, ha fent intézel. De most mi van, ha valaki erre rámegy, érted, hogy ide jön minden reggel? Van ilyen. Akkor ő is beszáll majd. Hát de honnan tudod bizonyítani, hogy nem én voltam? Értve én honnan tudom, mert te nyilván nem akarod bizonyítani. Ha megtorpanunk egymás előtt az ajtóban, Feri, akkor le vagy leplezve. Jó, mint tegnap 10 után. Igen, vagy hogyha bekopogunk, és akkor egy nagyon kellemes organumot szólal meg bentről. Igen, vagyok. Oda nézzetek. Na, megjött! Éjjel! Várj, becsukom a szemem. Ja, fel, látod? Na, OTP! Odaadom! Ez tegnap tudod, kinyitod a postaládát, ilyen csak, olyan csak. Mondom, ilyenkor nem szoktak írni a srácok. Ilyenkor még nem jött levél Csányi úrtól. Gyakorlatilag. Na, ugyanezt csináltam. Ilyen teljes, így mondom, végre megtudom, mi van, be kell érte menni, mennyi marad, mennyit kell befizetni, mennyit kapok vissza. Hát nyugodtan felolvashatod be. Igen, tisztelt ügyfelünk, a jelen levélben a számla kiküldése mellett engedje meg, hogy tájékoztassuk önt az elszámolási levelek várható kiküldési idejéről. Érted, ezt szólnak, hogy még nyugi. Igen. Nyugi, küldenek egy levelet, hogy mikor küldenek egy levelet. Így, pontosan. Így van, tisztességes ügyében zajló peres eljárás befejezés
megjelenésétől számított 60. naptári napon, azaz 2015. június 26-án jön majd meg a leveled. Több mint egy hónapon van még rá. Na. Van ez ugye a deviza elszámolós történetünk, amit már az emberek nagy többsége megkapott. Én is tegnap mondom, megkaptam ezt a levelet, és hát ez ilyen. Egy hónapod van rá, hogy még így ünneplőbe öltöztesd a kis szívedet, hogy kitakarítsátok a lakást, hogy kimossátok a függönyöket, hogy ünneplőbe várják a gyerekek is a levelet. Kevesebb lesz a törlesztőd, vagy kapsz vissza KP-t? Én nem kaphatok még vissza, mert nekünk ugye van még, tehát ez még egy folyamatban lévő, csak akkor kapsz vissza, ha már lezártad. Ha már lezártad. Vagy letelt az időd, vagy hamarabb kifizetted, tehát végtörlesztettél. És az hogy vagy valakinek kevesebb lesz a tőketartozás, de nagyobb a havi törlesztés? Na azt én se értem. Azt én se értem. Na az hogy a csecsbe van? Hogy azt azért azt néhányan szegények nagyon megszívták, hogy várták a levelet, várták aztán. Drága kliens, már nem 16 millióval tartozott, csak 15-tel. Viszont? Egyébként hetet vettél föl, 4 éve fizetett, 8-at visszaadtál, de mert van még 15. Viszont a 43-as törlesztő, de az most akkor 62. Na az hogy? Hát na az hogy, gyerek? Azt mondja meg nekem valaki, aki ért ehhez, mert én ehhez teljesen hülye vagyok. Jó reggelt. Mármint ezen a részéhez. Hogy az hogy a fenébe van? Hogy egy misivel kevesebb, de 20 ezer el több havonta. Igen, van ilyen ismerősöm, aki ugyanebben a cipőben van, nem tudom, hát ő is majd megkérdezi a banktól, hogy ez hogyan létezik. Mi viszont beadtuk a papírokat már. Nullás. Fölhívtam azt a szegedi ügyvédi irodát, aki hát a Lombardnak a nagymumusa. Előszeretettel ront neki a Lombardnak? Igen, és vállalta? Hogyne, persze, beszéltünk, és akkor mondta, hogy nagyon így úgy vette föl, bemutatkoztam, hogy jó napot kívánok, Ponyicki Anna vagyok. Tudom, nullás. Képzeld el, így vette föl. Mondom, komolyan, hallottam. Nagyon jó volt azt, hogy az érvrendszere nem lehet nullás. Tehát mondta, hogy az a nagy helyzet, hogy nincs ilyen, hogy nullás, mert tehát rajta nincs. Vannak azon a listán, amit én mondtam, józan paraszt észre, hogy hiszen nem. Tehát mondta, hogy igen, mindent küldjek, és akkor elindítottuk a Nagyon jó. Akkor gyerekek, hogy lombardosok, azok hívják ezt az ügyvédet. Hát akkor nem? Persze, vagy bárkit, aki Budapesten ezzel foglalkozik, vannak egy pára most, akik erre ráálltak, szóval papírok benn vannak. Na jó van. Nagyon érdekes volt, mert a Lombard oldala az tulajdonképpen, nem tudom, hogy most milyen állapotban van, de mikor kiküldték a levelet, akkor onnantól kezdve 8 vagy 10 napig nem tudom, állt. Mert tehát annyira sokan nem tudtad lekérni. Annyira meghekkelték az oldalt, meg átkocsortak. Azt, hogy te mit, hogyan fizettél be, hát be kellett menni személyesen a Lombardba. Ja, hogy nem is tudtad lekérni, Nem tudtad lekérni. Hát, technikai hiba. Hogy nem az egy 8-10 napig, te egy elháríthatatlan technikai 8 nap alatt, érted, embert küldünk a holdra. Lementünk a Váci útra, most ezen nem újon, odaadták, nagyon korrektek voltak egyébként, tényleg aranyosak. Jó, és aki Győrben lakik, vagy Zalaegerszegen, ott valami helyi lombardot keresel? Nem tudom, hát biztos nem van. Biztos, hogy a helyi lombardos. Lombardos kapcsolat? Jó kérdés, nem tudom. Mi be tudtunk menni, elkértük, odaadták, nem volt probléma. Na jó van, de akkor... Sinem van, majd beszámolok arra. Jó, mondd, hogy mi van. A folyamányokról. Hát szerintem egy cirka másfél év, és sinem lesz a dolog. Így van, persze, van fix témát mondani, és akartam most 2,5 éve. Mindig is lehet vele jönni. Hagyjátok vissza 100 forintot, mert nem mondtam semmit, azt írják a hallgatók, csak Szatyi szórakozott, hogy Bali 100-askát dobjál bele, bevallotta, hogy csak szórakozott, mert unatkozott az autópályán, úgyhogy jó az ott előre. A jó gyerekeket nem mondtam, tehát megvádolt egy olyan, amit beval, vagy jaj gyerekek, amit aztán... Nem, rohadjatok meg szépen vissza a 100-askát. Kamura azért nem veszik le Balikát azért. Érted? Most nem lehet, hogy akkor egyet előre kifizetni, ne bozs már szét szegény. Szegény malacot. Ó, sajnos nem tudjuk kivenni. Na, én ezt nagyon hamar ki fogom tudni, majd akkor kalapáccsal, vagy izével, fúróval, vagy bármivel. Ne, szerintem elég, ha fél órát várunk, már akkor jogosan mennem bele. Ja, akkor jogosan belekerülni? Jaj, gyerekek! Basszus! Ott is vagyunk. Köszönjünk! Köszi a százaskát! Fél óra, én hülye naív. Ezt most miért mondtam? Mennyi volt? 2 perc? Na, és egyébként mondjuk taktikus voltam, egy picit vártam. Az a baj, már rájöttem, mikor mondom, hogy kikapcsolom az agyam, és időt akarok nyerni, és gondolkozom azon, hogy még mit akartam mondani, akkor bejön ez a jaj, gyerekek. Jó volt ez. Ez jó volt most. Azt a mindenit. Adok egy ezrest. Nem. Adok egy ezrest. Nem, tényleg most figyeltem magam, és most tudom, hogy miért mondtam ki, mert gondolkozni akartam, hogy volt még egy témám, mondom, mi, és ez az ominózus mondat, ez egy ilyen sohajt, ez egyet, veszel egy levegőt, tudod, amikor a társaságban, mit tudom én, eszel egy falatot, mielőtt folytatod tovább. Na nálam az a jaj, gyerekek, hogy sohajtasz egyet, ránézel a pultra, nyomsz egy SMS frissítést, és akkor úgy közben átgondolod, hogy ki mit akar még mondani. Na mindegy. Mit szóltok hozzá, hogy Barack Obama mennyire jó fej, felkerült hétfőn a Twitterre, és be is köszönt egyébként a Twitterre, nagyon jó arc volt. Nem hiszek el.
Tényleg. De olyan jól hangzik. Annyira profi gépezet van körülötte, meg annyira profin csinálják, ez a jaj, most már én vagyok, és végre kaptam egy fiókot, én szegény. De olyan sok poszt nincsen fent, tehát hogy még elhihetjük, hogy ő posztolgat fent a Twitteren, mert ugye fölkezett, és 6 év után ez az első alkalom, hogy ő itt megjelenhetett, lecserélték a telefonját is, ilyen nagymama telefonja volt, mindenféle, alig tudott rajta néhány számot beütni, meg hívni, meg nem is volt rajta internet, stb. És akkor azt írta ki, hogy hello Twitter, Barak vagyok, de tényleg, és hogy 6 év után végre megkaptam a saját oldalmat. De bocsánat, miért? Fél óra alatt 100 000 követő. De miért kellett neki 6 évet várni? Hogy nem lehet olyan telefonja, amit fel lehet törni, nem e-mailezhet a telefonján, nem tipikus lehet közösségi oldala. Tehát semmi olyat nem csinált, ami föltörhető, és rá tudnak írni valamit. Most Barak a Twitter oldalát felnyomod, és akkor ott fölírsz valamit, vagy föltöröd a telefonját, vagy mit tudom, ott van Putyin száma, és akkor elkéred rá, csörögsz a Putyira. Tehát, hogy nem semmilyen ilyen. Kis túlzásra tényleg egy Alcatel Vantage Easy-t használt nagyjából, vagy egy Ericsson 198-al ment, úgyhogy, de most már engedték neki, hát kifutóban van már ő igazából, mely egy éve van, két éve van. Aha, ugyanakkor, hogy mindegy. Kicsit mindegy, már gondolom, meg hát úgy most már azért ugye ezt megengedték neki. A Twitterrel azért olyan nagyon sok mindent nem tud ártani. Ott csak írni lehet, nem? Vagy ott is van kérdés? Igen, megvan ott a karakterszám, és meg van határozva. Aha. Hasonló egyébként, mint a Facebook, hogy picit egyszerűbb. Tölteni egyszerűbb, igen. Amerikaiaknál nagyon népszerű a Twitter is. Sokan inkább twittereznek Amerikában, mint Facebookoznak. Tehát a Facebook más országokban népszerűbb. Amerikában inkább Twitter van. De megy a Facebook is, persze. Mondjuk akkor mostanában más közösség voltak van a tőzsdén a Twitternek. Azért én ránéznék majd ma, hogy áll. Megdobta el. Most beszakadt egy kicsit a Twitter, igen. Úgyhogy lehet, hogy valaki oda csörgött. Mennyire már fel kell is húzzuk az fel? Élménybe számoló körutat majd, hogyha lejár az elnöki mandátum, nagyon szívesen beszponzorálnánk, ha érti. Na mi volt a Bogival? Mi volt a Bogival tegnap? Jó volt? Sikerült. Ja, bárja, unalmas volt már? A vége? Á, hosszú már, ja, jó, megbeszéltük azért, hogy menjünk tovább. Oké, amit akartál, elmondtad. Na. Nem volt benne több. Elmondtuk, menjünk, hogy beszéljünk át egy csomó minden, ne aludjunk. Érdekes volt ahhoz képest, ami a magyar televízióban ment, ugye, mert ott a dalnak, ha van különlegessége, akkor... Nézted? Igen, megnéztem, már nem az egészet, köszönöm, mert az egészet nem bírtam, Conchita Tündércuki volt házi asszonyként. Ő volt a házi asszony? Ő volt, ugye volt, értve volt a... Volt két legyet egy csapásra. Igen, voltak a házi asszonyok, és Conchita volt, aki ide-oda repkedett a stábok között, és helyi interjúkat készített. No. Fie, egy kimért úrinő beszélt. Darás Derékkal. Beszélt a néppel. Én megszerettem. Én az elején egy kicsit távolságtartó voltam. Igen, helyes csaj. Tudom, hogy te vele voltál végig, én mondtam, hogy nem tudom, hogy jó el az Euróvíziós dalfesztiválra, de oké, hát egy Tündércuki házi asszony volt végig, imádtam, és akkor hogy ott beszélgetett, elmondta, hogy egy dolog biztos, hogy én ott leszek szombaton a döntőben. Ez nagyon jó. Hát ő ugye a házigazda is, ugye? Tulajdonképpen. Így van. Na, és a Bogi daláról csak annyit, hogy annak az egyik fontos eleme az volt, hogy közben mentek a sztorik a háttérben, tudod, hogy ilyen háború. Ez egy ilyen pacifista dal, ugye? Háború ellenes, és a nagy háborúknak, vagy a nagy vérengzéseknek egy-egy momentum. Uh-huh. Na most ez nem volt. Egy fa volt fegyverekből összerakva, ami a végén kizöldült. Jaj. Ez volt a háttér. Már hogy ez Magyarországon volt, amikor mentek a nagy háborúk? Igen, aha. És emlékszel, hogy volt is belőle felháborodás, hogy azt egyet miért írnak oda, mindegy, ebben nem akarok belemenni, egy bizonyosabb ilyen vérengzést miért tesznek bele, mindegy, és ezt az egészet kivették, és egy fa volt a végén, igen. Ami kizöldült. Aha. Ehhez képest másoknál azért volt elég korrekt színpadkép. Tehát kiherélték egy kicsit. Hát ő is mondta egyébként, hogy vannak, mit tudom én, olyan látványtechnikai elemek, amiket fizetni kell, tehát hogy megfelelítették a technikának a lehetőségét, hogy lehetett volna éppenséggel, nem, túl sok látvány nem volt, ahogy ugye a refrén is elmaradt, amit azért többször hangsúlyoztunk már, hogy valahogy ebből a dalból hiányzik az a nagy katarzis. Mert úgy jó, de olyan, mintha egy verzét hallgatnál. Refrén. És érdekes volt, hogy szinte minden induló azért dinamikusabb dalt választott, nagyon. Mindenki ráment egy picit jó, a dilire. Volt egy-két nagyon jó dal. Voltak, meg volt nagyon rossz is. Utánunk következett, nem érdeztem meg, ki volt. Hát úgy érdekes. Most hol megy ezünk? A Dunán megy? Tehát ez a főcsatorna megy, már nem tudom követni. Igen, kérlek szépen, én ez a Duna. Igen, ott ment élőben. Ja. Aha, Gundi van? Igen. Uh-huh. Hát a Gundi szokásos. Gundi szokásos, és a Tatár Csillának láttam a felvezető műsorát, azt még belenéztem. A Paja Beával beszélgetett, helyesek voltak, igen. Igen, ügyes a Csilla szerintem. A lényeg, aztán már a szombaton ott van Bogi.
És kiugrottad? Nagyon lassú volt a többihez képest? Szomarkás, lassúcska, jellegtelen kicsit, ugye? Mondhatni. Hát szurkolunk neki a magyar lány, ahogy te is mondtad tegnap, de én azért nem nagyon kedvelem ezt a dalt. Viszont volt halálos egy tökéletes popdal. Halálos a jellegtelen dal egyébként. Tehát ma ezt mondjuk ki bátran szerintem. Tehát, hogy nagyon drukkolunk. Tegnap fel is hívtuk, hajrá, ott van, drukkolunk. Magyar, korrekt, de egyébként. Korrekt, de maga a dal szerintem halálos a jellegtelen. Cuki csaj a Bogi, ennek ellenére teszem hozzá, de a dal, helyes. Most el kéne belőle dúlnom két sort, nem tudom eldudolni. Tehát tökéletes a jellegtelen dal szerintem. Aztán lehet, hogy ez lesz a különlegessége, és ezért fog nyerni Bogi. Hát én meglepődik rá. Igen, igen. Például, nem tudom, hogy Feri emlékszel rá az ausztrál dalra. Akkora tökéletes popdal egyébként, okay. Egy, azt mondja, hogy már nézem is, egy gay, illetve bocsánat, Guy Sebastian nevű srác énekelte, Ausztrália először fog részt venni egyébként az Eurovíziós Dalfesztiválon, és egy tökéletes popdal, de tényleg egy olyannal, ami bárhol a világon, bármikor megállna a helyét, szerintem már most tolhatnánk. Na, igen, aztán Wolf Kati dalára is azt mondtuk, és tényleg tökéletes popdal volt. Ez nemzetközi szinten mérten is, tehát, hogy ez a világon Ausztrál. Bárhol. Ausztrál. Lehet, össze vagyunk kapcsolódva. Igen. Most már évek óta az van, hogy valaki elüvölti magát, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál üdvözli Ausztráliát, és ugrálnak a kenguruk, koalákat dobálnak keresztbe a tévéképernyők előtt, és mindig oda kapcsolnak. Ez most már évek óta megy, ez már tavaly is volt. De miért pont Ausztráliát? Miért akkor Amerikát, Dél-Amerikát? Nagyon erősen összecseng Ausztriával. Bármi más. Ausztrália, Eurovízió üdvözli, de itt már minden gyerekek, itt már minden van. Ez már nagyon műanyag, igen, nem? Tehát ez már Ausztrália illi is üdvözli, ha mit tudom én kicsodát mondom, koalákat dobálnak. És az Eurovízióban Ausztrál fellépő. Igen, igen. Fú. Na hát nem nézem, azért én ezt évek óta igazából. Szóval jó az Ausztrál dal. Na, rettenetesen jó. Rettenetesen. Én jó, nyilván én egy rock beállítottságú ember vagyok, de az a dal az szinte tökéletes popdal. Aha. Na jó, meglátjuk. Minden esetre Bogi bejutott. Ez jó hír. Azt mondták az angolok, hogy ez a fajta dal, amitől az ember elővenni az öngyújtóját, majd leégetni a fülét, mert azt is jobb, mint ezt hallgatni. Mondták ezt egyébként a szemét angolok a mi dalunkról, igen. 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 A háború ellenes üzenet szép és jó, kivéve a hallgatóság félúton egy könnyed kómába esik a daltól. Azért mondjuk, nem sokat gondolkodtak, hogy mennyire legyünk óvatosak. De a Mirror picit osztott bennünket, egyébként az összes Eurovíziós dalt végigvették. Jó, gyerekek, hát így döntött a magyar zsűri. Ez a dal megy, meg a közönség is így döntött, meglátjuk. Meglátjuk, hogy szombaton ez mire lesz. Nézd, elég. Egyelőre jó döntött, mert ott vagyunk a szombati döntőben, majd meglátjuk. Na jó, hát azért most 20-ból 15-nek tovább menni, azért az még nem egy akkora teljesítmény, nem? Tehát 20-ból 18-nak tovább menni. Nem élet ki azt, hogy ahhoz, hogy hittem. Nem örülök, nem, tökre örülök. Hát tegnap én voltam a legpozitívabb, vagy az Bogival, vagy nem is tudom, mindenki pozitív volt, de hogy örülünk, persze. Köszönjük szépen a szavazatokat a határon túli magyaroknak. Mert hogy hát nyilván ők, persze. Nagyon máshol nem kaphattunk. Jó lenne nézni egy ilyen kimutatást tényleg, hogy honnan jöttek. Ezt nem lehet lekérni? Már nem úgy, hogy én fölhívom a Eurovíziós Dalfesztivál igazgatóját. Jó napot kívánok. Az nyer, aki jövőre meg tudja rendezni, ne felejtsétek. Ja, ez is igaz. Be kell x-elni a kérdőjében. Meg tudja önrendezni jövőre? Nem, sajnos a magyar erőt nem tud nyerni, mert nem tudod megrendezni. Mi van megnyerni a magyar erőt, de nem tud megrendezni? Hát azért ez jó sok. Azért az MTV-a betérdelne most ilyen 6 milliós, vagy 10 milliós, vagy 30 millió eurós kis költségtől azért így, nem? Építeni kéne egy stadiont, vagy az arénába megcsinálni. Hát szerintem nem. Nem térdelme? Hát ez jó, de hát azért. Kérdés, hogy mekkora költségvetés. Mondjuk az a költségvetésüket ismerve azért jutna. Egyébként évi 70-80 milliárdból gazdálkodnak, tehát abból azért meg lehet rendezni egy ilyen kis Eurovíziót, ahol az ausztrálok ugrabugrálnak tigris jelmezben. Hogy állunk játékkal? 2-0. 2-0-ra megyünk? Igen, szent meggyőződésem, de mondjátok, a hülyeséget mondtam. Nem, én 2-0-ra emlékszem, legalábbis. Határozottan én is erre emlékszem. Köszönöm, hogy eddig jók vagyunk. Igen. Jók vagy. És ha heti eredményt akarsz, azod meg 15-2. Na, az már szinte nem is kell mondani, ne moralizáljuk őket. Azért Ausztrália, Bali, mert ők évek óta rajonganak a műsorért. Szeretik. Nyomosért. Igen. Ezt én értem. Engem meggyőztek. De már Kolumbia is feljövőben. Igen, szeretek. Chile és Venezuela. Tehát, igen, és Burkina Faso, tudod? Tehát, hogy? De nem is értem. Az ausztrál köztévé egyik ilyen prominens személyisége annak idején biztos bement egy értekezleten, és azt mondta, gyerekek, megvan. Vegyük át az Eurovíziót. Hallottatok ti már Európáról? Tehát, hogy az ausztrálok miért kezdték el közvetíteni? Ha? Nem, nincs más. Ja. Ausztrál híres ausztrál filmsorozatok. Mi van? Egyet mondjatok. Azt mondja, hogy várjál. Híres ausztrál film, híres ausztrál rendező. Híres az ausztrál. A postakocsis, amivel Nicole Kidman játszott. Az Ausztrál Express. Az. Na. Meg a Nicole Kidman, ő is ausztrál. Akkor például. Az már kettő.
Na biztos meg van az Eurovízió. Na, melyik ügyvédi iroda kellene nekem, hogy Zoli Anna visszahív, és akkor elmondja neked. Jó, hogy többen jelentkezhetek az ügyvédnőhöz, csinálunk akkor neki egy kis reklámot adáson kívül. Jó, úgyhogy Anna mindenkit visszahív, aki érdeklődik. Azt mondja, hogy ott voltunk Baján, vittünk egy kis csomagot szeretett kis városunkból, Ferinek tudtuk odaadni a rövid értékelést a termékkel kapcsolatban. Írjátok meg, mit hoztatok, és akkor tudjuk, el tudjuk mondani. Tehát ne titkolózzatok, elég, ha mi nem mondjuk adásba, ti SMS-ből megírhatjátok, de nem tudjuk. Gyerekek, tudjátok, hányszor eszembe jut az a bajai rétes, amit kaptunk? Azt még te pénteken is említett, mondtad. Fú, igen, az zseniális volt az egyik játékosunk, figyeltek. Ugye a vikinges játékban, ők maradtak alul, gyerekek, és Balázs nagyon közeli viszonyban keveredett a mamával, ugye megígérted neki, hogy leperzseled a bugyját. Leperzselem a bugyját. Én nem tudom, gyerekek, azt honnan hozták azt a rétes, de az valami elképesztő. Ott ez a túros, ottani rétesház. A túros rétes, mint a krumplipüré, nem nehéz csinálni, és 10-ből 8-on mindig ehetetlen. Mert vagy grízzel... Azt mondod, hogy egy túros rétest olyan könnyű csinálni, mint a krumpli. Nem, a túros rétes olyan, mint a krumplipüré. Hogy nem nehéz csinálni alapjelvéve, tehát nem egy bonyolult kaja, de mégis 10-ből 8 étterembe beülsz, és vacak rossz a krumplipüré, mert nem tudják rendesen megcsinálni. Vagy darabos, vagy nincs kikeverve, vagy nem elég habos. A túros rétes is ilyen. Nem tudják egyszerűen csomó helyen jól csinálni. Vagy nem tesznek bele elég túrot, vagy nem olyan a tészta. Viszont az a bajai rétes, az az almás, meg az a túros, hát gyerek. Hát meg volt egy ilyen mákhabos is, én attól letérdeltem, kettőt voltam be. A sütötte valaki, vagy azt kaptuk valahonnan? Azt ott a rétesházban csinálták. Igen, a bajai rétesházban csinálták? A játékosunk vásárolta nekünk ott, és úgy hozta. De hogy a bajai rétes házban csinálták. Igen, és hogy van-e közvetlen vonal a rétesház és a stúdió között, azt szeretnéd most megkérdezni, most telekóstolnám. Jön-e valaki ma Pestre úgy, hogy Bajáról indul, és be tud-e ugrani ebbe a rétes házba, hogy én kifizetem, tehát akár még a benzinköltséget, és mindent. Tehát, hogy nem ingyen kérik, gyerekek, most, ha valaki a bajai rétes... Akkor mi is csapjunk hozzá valamit még. A benzinköltség az már úgyis adott, csak kérdés, hogy ötöt hoznak, vagy egyet. 9-re itt van? Hát figyelj, én egy oda-vissza költséget most hajlandó vagyok beáldozni. Tehát a bajai rétes házból, ha valaki egy nagyobb adag rétese beül, felhozza, felszámolja, nem tudom hány kilométer per forint, plusz rátesz valamennyit és visszamegy, mindenki a vendége. Van egy régi hűtőnk, ha Baján esetleg érdekelne valamit, valaki most van fuvart. Mondjátok meg a bajai rétes háznak, keressük őket. Azóta arról álmodozom. Mindent kifizetek, tényleg. Ha valaki, mennyi idő alatt, innen másfél óra itt vagy? Másfél óra alatt. M6-oson följössz itt, ráadásul átjössz a hídon, a Lánymányoson itt is vagy nálunk. Tehát akkor 8-ra van reggelid. Mondjuk nem lesz olcsó, mert 15-öt én azért felszámolnék. Benzinnel, úti költséggel, útvonaltervel, leírással, amortizációs díjjal, csomagolással. Vagy 1200-esben hozzátok, műbőrülésen meleg is marad. Mondd az összeget, mennyit vagy. Na, hát amennyibe kerül, nem tudom. De 10-es kacért? Nem jössz ki abból. Kiakad majd a szemed. Oda-vissza, plusz a rétesek, plusz a kilométeri, abból nem jössz ki. De most ezt hajlandó vagyok nektek. Már látom egyébként 10 után. Hát ennyire azért nem jó. De az volt. Jó, ne ladával gyertek, mert azért 30 liter 100-on azért az nem ér. Tehát azért az nem éri meg. 300 kilométer azért egy 100 liter benyát ne füstöljünk el azért. Egy teraszfűtés szerintem rá fogsz fizetni. Benne van, tényleg. Mondjátok meg a rétesháznak, keressük őket. Jó? Nyissanak ki. És indítsák el a küldeményt, mert nagyon ennék olyat. Na, azt mondja, hogy Mad Max az híres ausztrál film például. Aminek most jön a folytatás, a gyerekek a kopasz Charlize Theronnal. Igen. Kopasz félkezű. Én úgy imádom. Tessék? Kopasz félkezű. Azt nem láttam, azt talán jobb is, hogy nem láttam. Egy kéz is elég. Csak ügyes legyen. De hogy az a csaj, aki még kopaszon is jó egyébként, nem? Én nagyon szép arca. Hát Charlize Theron gyönyörű, gyerekek, ez gyönyörű. Na, akkor, drága Morning Show hallgatók, tegyétek meg, hogy írtok nekünk SMS-t, ha agyon akartok bennünket verni, jó, amatőrök kiméljenek, csak olyanok írjanak, akinek nem csak a szájuk nagy, tényleg tudnak játszani, és jól elpopsiznának bennünket a hírek után, a bajai rétesházat keressük, jó, hotline, forró vonalon, piros telefonon, azonnal indítson valaki el egy fuvart. Jó? Srácok, ez most olyan, tényleg, mint a Kozsó lemezek. Már megjelenés előtt. Már az a rétes már elfogyott. A mai adag nagy része elkelt. Halad gyerekek, előjegyzésben. Egy szabad szemmel látható összeget szeretnék én most ezért kifizetni, hogy itt minden kollégám jól érezze ma reggel 10 óra után magát. Erre pici most apró infót, háza vendégem. Pici apró infót mondanék. Sziasztok, a bajai réteskes 9-kor nyit. Megvárja! Gyerekek.
Van dolgom a városban, össze tudunk futni. Tehát meg tudjuk. Menj elébe. Meg tudjuk oldani. Menj elébe, és találkozunk egy bencik. Földváron. Igen. Földváron találkozunk. De nem megmondtad, amikor bever egy kaja, és egyszerűen róla álmodozol utána hetekig, hogy úristen, de jó volt. Tehát amikor éhes vagy, az jut eszedbe, hogy na most tényleg zsűl fél fejét oda, fél palac olyan, mint egy sertésbontási térképe belőle már ilyen izék hiányoznak 30-40 kilónyi darabot. Tehát a zsűr bal agyféltekét adnám most oda egy jó túros étesért. Atyaisten. Tövis madara kis Ausztrál felé. Tök jó azért. Richard Chamberlain. Ja. Azt hiszem. Aha, igen. Rakásszal, de egyébként mindegy. Anyáink szerették, igen. Egy meleg papot. Vagy ő meleg, és a pap nem volt meleg? Nem, ő civilben pap, meleg. Ja. Tehát, hogy ja, az van, ja, jó. Érted. Ja, jó, tehát nem meleg pap, nem. Hanem meleg és a pap. Aha. Így van. Nekem ebből az maradt meg, hogy egy meleg papról szól a tevés madarat. Igen, picit összemosztuk a dolgokat. Igen. Na jó, a fél hét múlt pontosan 4 perccel jövünk Ákos idej után. 7 perc múlva pontosan 7 óra. Hát sír. Hát... Ká volt. Nem? Énekeljük együtt a refrént rajta. Napjában 6000-szer szuper. Na, itt vagyunk, játszunk. 44-es számú főút Kecskemét felé óriási torlódás, 11 km szelvényben. Te jó Isten! 10-es út már elesett az ossani körforgalomtól Téglagyárig 35 perc, gyerekek. Ide egy hallgatónk, ez 900 méter. 900 méter 35 perc alatt. Békés Csabán minden csendes, dugó nincs. A küldte nekünk 44-es út, Kecskemét után a szolnoki kereszteződésnél bedugult. Így van. Ez ugye a 14 km szelvényben van a baleset. Na! Nézzük akkor, hogy ki a játékosunk. Szerda van, a hét utolsó előtti játékosa. Már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Anna picit bealudt. Na! Biztos megszakadt, ellopták a vonalat. Meg? Vagy a rétesedet intézi. Ja, azt gondolom. Halló, jó reggel! Halló! Halló, halló, halló! Hello, Laci! Laci vagyok, így van? Laci! Hello, Laci, honnan hívtál minket? Pács megye, Pest megye, határ. Na most az, hogy Gulyás, az okay, a családi név, vagy a foglalkozás? Nem, ez a foglalkozás. 114 ördöggel vagyok itt kint a pusztában. No. Az jól hangzik. Milyen állatok ezek? Tehenek. Teheneket? Tehenek. Őrzöli. 114 darabban pontosan? 114, a tehenes SMS-ek, ha visszagondolsz, hogy nem tudok odahajtani, azokat én küldtem mind. A te küldte talán pont bajára, hogy nem tudsz odahajtani hozzánk, vagy Kecskemétre. Minden nap küldtem, egy laza átlagos hónapban 500 SMS a Klassz FM rádiónak. Mondjuk ráérsz akkor. 500 SMS-t küldesz, de mi valamilyen? Igen, de ingyenes SMS, tehát ugye egy azért. Olyan díjcsomag, most nem reklámozom, de tehát egy ingyen SMS csomag, tehát ingyen van az SMS. Azért tudtam, hogy all inclusive csomagban vagy, mert azért 500 SMS az nem kevés. És hova, kinek küldesz, mert nekünk jött egy pár, de ezen kívül... Tehát én a pirosnak, a Krisztának hétvégén, mindenkinek. Tartalmasakat? Tessék? Tartalmasokat, vagy csak itt vagyok, még mindig hallgatlak. Hát, hajrá, piros, gyerünk. Általában poén SMS-ek ugyanis, hogy ha játék van, akkor ugye a játékra sok relikviát be szoktam gyűjteni, hála az égnek, de van idő. Aha, tehát kalandor vagy és hozományvadász, és ajándékvadász. Na jó. Oké, kivel szeretnél játszani, Laci? Hát Balázs, veled. Jó. Nem én játszottam te? De. Lehet. Jó, oké. Mehetünk? Mehetünk. Na. Jaj, majdnem kimondtam megint, amit nem szabad kimondani. Oké, mehetünk, Jani. 3, 2, 1, fire! Szia, Balázs! Szia, Laci! Választottam egy jó témát. Már na. Én azt gondolom, hogy ez a téma mind a kettőnket foglalkoztat. Már kíváncsi nagyon régóta. Igaz, hogy a Feri és a Jani ezzel a témával kapcsolatban teljesen szkeptikus. Uh-huh. Amit választottam téma, na, ez jó, a chemtrail. Chemtrail. Az mi? Hát nevezhetjük vegyi csíkoknak, amik az égen vannak, és ez a probléma téged is foglalkoztat, és engem is. És foglalkoztatott egy időben, inkább úgy mondom. És akkor, most már kevésbé. Kevésbé. Téged ez érdekel még mindig? Érdekel, azért érdekel, mert 6 éve figyelem meg ezeket. Nézed az eget? Vagyok.
Tessék? Nézed az eget? Hát mit lehet csinálni itt kint? Mit lehet csinálni? És elmegy egy vizer, és azonnal bemész a bokorba, hogy kevesebb permetet kapjál. Másképpen. Nagyon jó. Van ez a dolog. Lejárt az idő. Mit lehet csinálni, hogy járjátok itt már minden idő. Szép volt, Laci! Köszönöm. Hát neked ott a pusztában nagyon más ugye? Nem lehet sem, mint nézni az eget. Fűszál a fog közt, hátra így van. Is. A járatok, a repülőgép járatok már megvannak fejből, ki, merre, mikor? Nem, hát azért ennyire nem összedett, tehát azért ezt nem lehet fejbe tartani, de azért vannak érdekes dolgok, tehát meg lehet figyelni érdekes dolgokat, én azt gondolom. Figyelj, és a tehenek ugye nem nagyon szoktak szétszaladni. Tehát, hogy azért az egy kényelmes maró. Nagyon jó kutyám van, úgyhogy nincs probléma. És miért nem netezel például, hogy miért nem internetezel? Vagy... Szoktam netezni is, de tehát most délelőtt ugye mindig a morning show, tehát az 10-ig ugye az időt, utána Csabinak a kívánság műsora. Hát ugye most az eső lehet, hogy bele fog szólni, mert esőben ez egy kicsit komplikáltabbak a dolgok. Már esőben komplikáltabb chemtrail csíkokat nézni? Vagy nem, mi, hanem hogy esőben komplikáltabb kint lenni, mondjuk szakadó esőben, hogyha el kell szakadni az eső reggel 8-kor, attól te még kint vagy este 6-ig. Hát befekszel a tehén alá. Szeretem a tejet, de azért ennyire nem. Na jó van, köszi a játékot, ügyes voltál, jól játszottál, nagyon sokat beszéltél, és nem mondtad ki, úgyhogy küldjük neked az emlékcsomagot, jó? Szóval kérdés az egész, köszönöm szépen. Oké, szerény is, világos. Kérdés az egész, de szép. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok, szépen. Hello. Na jó van. Egy perc van pontosan 7 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Zsül, majdnem megnyomom, ha akarom. 7 óra múlt 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Direkt nem nyomom egy gombot, amit nem akarok még, hogy krákogok és megnyomom. Hihetetlen. Levágom a jobb kezedet, Zsül, tényleg. Meg, de várj, de mit adsz érte? Vagy a bal kezedet. Le kell vágni. Itt vagyunk, 7 óra múlt 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. És friss közlekedési hírekkel látnánk el a mi hallgatóinkat. Ez ugye nem baj? Egyáltalán nem. Sőt, én támogatom. Az M6-oson már nincs baleset és korlátozás. A 49-es kilométernél csak picit fel van homokozva, Vitya küldte nekünk. Budaörsi út befelé fellazult. Rendben van. Aztán 208 gyerek hegyezné a Zabot, de nincs mit, segítsetek. Ez a hármas ugrás. Így van. Ezen a héten, hogyha nagy okosok vagytok és szerencsétek is van, akkor 300 kiló prémium minőségű ilyen Zabot nyerhettek. Bizonyám, hát rengetegen jelentkeznek már most, reméljük, hogy segít majd a szerencse. 44-es főúton Kecskemét határában a reptér után halálos baleset van, félpályán engedik a forgalmat. Ja Istenem, Zoli küldte nekünk, Zoli, köszönjük szépen. Baksomópontnál lehet valami, beállt a Budaörsi befelé. Igen, ott van valami, de nem tudom, hogy mi, mert azt viszont nem küldték el a hallgatók, csak hogy valóban nagy dugó van a Budaörsin befelé, és az útfelújítás után már. Baj, a kivezető utak elestek, vajon miért, kérdezi valaki. Gyerekek, ellentmondó információkat kapunk a bajai rétesestől. Valaki azt mondja, 7-kor nyit, valaki azt mondja, 9-kor nyit. Nem lesz ebből ma rétes. Nem lesz ebből ma bajai rétesnek. A konkurencia dezinformál. Igen. És a 10-es út már elesett Osan körforgalomtól Téglagyárig 35 perc, ez 900 méter. Most nem hiszed el, annyira rákattantam erre a rétestre, mert most megnéztem, hogy hol vannak jó rétesek Budapesten. Hogyha a bajai nem lehet és nem érkezik a szállítmány a bajai rétesházból, akkor budapesti rétesházba kell, hogy elmenjek 10 után. Hetes nyitású? Az a baj, nem tudom, hogy most kinek mi a jó, tudod. Tehát, hogy melyik a jó. Hát annyi kézműves rétesház van Magyarországon, meg Budapesten, hogy most nem tudom eldönteni. Versenyeztessük meg őket. Ide hozzák, ami a legjobb, oda néz 10 után. Ha ezt én mondtam volna, egy évig le nem mostam volna rólam, magamról, hogy na megint itt van a tarha király. Nem akarok tarálni. Én mondtam, hogy kifizetem tényleg a futárt, a kilométer díjat. Én mindent. Még mindent, csokoládés, tényleg. Rizses rétes is volt benne, ami azért alapvetően egy kuriózum. Igen. Kicsizett ilyen már, tudod, már ilyen, jaj, most akkor még csináljunk valami nagyon egyéni. Nekem az annyira nem jött be, de a sima mákos, meg almás. Fiam, mákos habosat, azt nem is kóstoltad meg? Mert nem tudtad, hiszen megettem. Nem szeretek emberek előtt tenni. Egyrészt, kettő, nem tudtam, mert felzabáltad.
Igen, tehát ha ettem volna is, az már nálad az érésen kell lenni. Tehát ha neked valami tetszik, akkor egyrészt megeszel négyet, csomagozhatod. Tehát nálad azért nagyon ügyes meg hát kell meg lenni. Eleve úgy megyek be egyébként. Van hátul rétes srácok, megyes, túrós, és más nincs, úgy emlékszem. Igen, és már kicsit elhordodva, már lapul a családnak is. Tehát ahogy be a rizskók, hát elcsomagoltad, az érmény volt. Igen, abból vittem 3 szeletet haza, mindenki letérdelt tőle otthon. És nem csak azért, mert születésnapom volt. De te megúsztad a tortát, meg a bulit, ennyi, meg nem kellett rákölteni. Ennyi kéz, belerakunk, érted, vizét, 3 gyertyát, azt jó volt. Beleszünk be, Gyordán, odattad Mónikának, Mónikának visszaadta neked, hogy Isten értesen sokáig. Zseniális volt tényleg. Na és mi volt a szülinapi ajándék? Volt valami? Hát a szülinapi ajándékom, a hétfőn célozgattam rá, hogy van egy bakancslistám, és azon szerepelnek különböző helyek, és oda mentünk el, megnéztük, nem túl vidám a történet, de én már nagyon régóta el szerettem volna oda menni, az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábort néztük meg. Mi a barátaimmal. Van? Hát, bakancslista Feri. Tehát, hogy így elmentünk, megnéztük. De hát, az külföld? Hát, az igen. Az igen. És csak mondom egyébként, hogy Szlovákia, Kiskurfli, Csehország, és Lengyelország. Három országot. Nagyon régóta akarok elmenni egyébként. 3 ország. Megnézni. Nagyon-nagyon régóta. Hát ki messze van, nem? Azért utazni kell. Lengyelország hát területén van, ugye menni kell azért. Hát 5-6 óra volt. Oda, nem szorongtál külföldön, vagy nem volt más a levegő? Nem akartál mindig visszamenni, így elindultál Magyarországon? Előtte megittem a másfél liter a Mák teátra, így aluszok az egész. Három ország határa, úristen, Jani. Bizony, nagyon kemény. Bizony, vagy. Kemény volt, jól, amíg nem nagyon tudtam, főleg ott a szlovák cseh része, nem nagyon tudtam különbséget tenni a feliratok között, aztán Lengyelországban már még úgy sem, tehát, hogy de mindenképpen érdemes elmenni, mindenkinek tanácsolom, hogy valamikor, hogyha esetleg úgy hozza, van rá elég ideje, pénzben nem kerül, ugyanis, hogyha egyénileg látogatsz, hogy akkor ingyenes, ugye azt tudni kell, hogy 1947-ben a lengyel állam törvénybe foglalta azt, hogy ugye ezt a tábort vagy táborkomplexumot fenn kell tartani múzeumként a jövő számára, és nem kell érte fizetned. Tehát oda mész, megnézed. De nyugtass meg, nem aludtatok kint sehol. Tehát, hogy... Ne! Nem áll! Hotel Kamenyiec. Jézus Mária! Kamenyiec? Igen, de tudok jobbat. Nem! De tudok jobbat. Kint is aludtál? Igen. Is, igen. Jézus Mária! És úgyhogy egykor értünk oda. Tehát ugye sokat a városból nem látunk, mert Auschwitz-ém egyébként nagyon szép, ahol található a lágerkomplexum, és azt is mindenképpen érdemes megnézni, de figyeljetek, 6 órán keresztül tartott, és nem láttunk mindent. Úgy, hogy 6 órán keresztül mentünk. Mindenféle tekintetben egyébként megdöbbentő a dolog. Tehát, hogy... Na most még egy... De ugye nem ettél kint étteremben, tehát vittetek ki kaját. Nem, ettünk kint, pizzát ettem, mert a lengyel ételekkel megmondom őszintén, hogy nem állok túlságosan jó viszonyban, de az egyik kedves barátom evett zureket. És sose felejti el, mi? Figyelj, azt mondta, hogy figyeljetek, ha már kint vagyunk Lengyelországban, akkor én megkóstolok. Megkóstolok egy eredeti, echte, igazi lengyel leves. Kérek egy zureket. Kihozták, és így... És mi volt? Kértek zureket. Miből? Nem tudom, miből. Figyeljetek, az urek, az én nem tudom, ilyen nagyon fura állagú leves, azt hiszem, hogy valamilyen, várjál, azt mondja, hogy káposzta, biztos van benne. Na most jó, hogy rákérdeztél a dologra, most rá kell keresem pontosan, húsos étel, tehát én már alapból nem ettem belőle semmit, nagyon fura volt. Szerintem a Jani bepánikolt, 45. Hogy? A 45. Külföldi utazás, szállodaként és nem, ez étterem. Nem ő, igen, ez nem is tetszik ez a vonal, ezt annyira nem szeretem. Szerintem valaki igen. Elragadott téged. Kérdezi, mennyi volt Lengyelországi a kiegészítője 4-es-6-osra? Igen, de ne nagyon kalandozzál te külföldöt. Eltévedsz, megijedsz, beszaladsz egy erdőbe, ott barátok nem találsz ki. Te jobbról egy, balról egy, fogták a kezemet. Fura, ott máshogy beszélnek már. Ne. Szépen maradjál itt határon belül. Van még egy csomó minden, amit nem láttál őszkor, pirkadatban, hulló esőben, ónos eső után, közvetlen... Ahogy mondod, igen. Közvetlen deresedés előtt. Térben, igen. Tehát ne. Amit eddig nem csináltál, most már ne csináld. Tényleg. Erre a kis időre. Nehogy bajod legyen. Persze. Nehogy bajod legyen. Na, egy érdekes kutatást végeztek, és azt még mondhatom, hogy érdekes, vagy már azt sem mondhatom, de hogy érdekes. Azt nem mondhatom, hogy nagyon érdekes témával folytatjuk. De végeztek egy érdekes kutatást, ami arról szól, hogy megfigyelték azt, hogy a férfiak mikor a legfogékonyabbak a beszélgetésre, és mikor kell hozzászólni úgy egy pasihoz, hogy érdeklődést mutasson, mert hogy nagyon sok nőnek az a problémája, hogyha hozzászól az ő barátjához, férjéhez,
akkor bizony a pasik vagy nem mutatnak érdeklődést, vagy egész egyszerűen ugye hát nem úgy csinálnak, mintha nem figyelnének, vagy valóban nem hallják a dolgot. Ugye? És a kutatás megmutatta, hogy vannak olyan pillanatok a férfi életében, amikor is jó hozzászólni, és vannak olyan pillanatok, amikor a férfit idegesíti az, hogy a nő éppen beszélgetni akar. De vannak olyan időszakok, amikor abszolút nem, például amikor alszunk. Vagyok, hogy idegen. Na, például szerintem az alvás az igen, az elalvásnál való beszélgetéstől attól te meg tudok bolondulni. Tehát, hogy és addig csöndbe voltatok. És addig csöndbe voltatok, és az elalvásnál más a férfi és a női hormonáztartás. A férfi elalszik egy perc alatt, a nőnek levezetés a beszélgetés. Tehát egy olyan agymunkát kapcsoló be, amivel ő levezet. Okay. De én nem akarok már levezetni az ágyban. Igen, vezessünk. Már felvezetése vagyok. Se felvezetése levezetni, így lassan 40 vagyok. Hát örülök, hogy gyorsan le tudom csukni a szememet, hát öregszem már én is. Szóval, hogy az például szerintem egy érdekes pontja a beszélgetésnek, amikor a nő úgy érzi, hogy mindent ott lehet majd megbeszélni. Nem? Csend van, nyugodt, és te már átfordulnál, aludnál, már ő csak mondja, te már néha belealszol, visszakérdez, fogalmad nincs, hogy mit mondott. Semmi. Megvan az a pillanat, amikor persze, már nem tudod, mert belealudtál kicsit, és próbálsz nagyon kapaszkodni, de fogalmad nincs már, hogy mit mondott, ugye? És ő csak mondja, majd megharagszik, hogy te nem is figyelsz, vagy szól, hogy te már horkolsz. Hát, vagy rossz választattál. Vagy rossz választattál, igen. Nem csinálom tovább, most már ezt elválok, mondjuk. Hát, vannak a konkrét kérdések, meg a nagy általánosságban. És képzel, amikor már tényleg aludnál, és jó, befészkeled meg az ágyba, magadra húzod a takarót, megvan a kis helyed az ágyon belül, becsukod a szemed, és egy kis fél mosolyol az arcon, és akkor megszólal melletted egy hang, és azt kérdezi, amúgy mi volt ma? Mi van? Mi volt ma? Hagyjál már, aludjunk már, basszus, késő van már. Mi igen, volt ma? Igen. És ezt már beszéljük meg este 10 órakor? És tudod, hogy kellned kell, és egyszerűen álmos vagy. Miért nem tudnak a nők az ágyban aludni? Miért beszélgetésre akarják ők azt használni? Az a nyugodtság lehet szerintem, amit igen, én mondtam. Ott szállja igen, meg őket ott a nyugodtság, és akkor ott nyugodtan tudnak beszélgetni? Ott már nem kell figyelni arra, hogy a gyerek betakarózott el. Meg viszonylag helyhez kötött, vagy nem tudsz elmenekülni. Ezek a másik, tudod, csak nem akarsz a kanapén aludni. Ott nem lép le az urad. Nektek mikor nem lehet, és mikor lehet? Tehát mikor vagytok befogadók, és mikor nem lehet beszélgetni? Hát, ha főzök, a konyhában vagyok, nekünk ilyen U alakú, nagyon kis konyha van, de U alakú. És mondjuk az egyik oldalon dolgozom, és a béka beáll a mosogatóhoz, vagy a hűtő elé, és te mennél át, átfordulsz automatikusan, ott áll, és elkezdi mondani. És mondtam, hogy nem most, nem látod. Csinálom ezt, egy szentség, oda kell rá figyelni. Tehát szerintem bármi, ami fontos a férfi életében, azt megzavarni, az butaság. Tehát egyrészt nem fogsz oda figyelni, kettő, össze fogtok veszni rajta. De nem? Persze, hogy persze. Nem most mond. Nem most mond. Nem, nincs most itt a helye. Üljünk le, és akkor majd meg lehet beszélni. Szerintem ilyen, ha valaki szeret például meccset nézni. Az. A meccsnézés közben egy férfi az oda menni. Én még nem vagyok meccsnézős, de tudom, van olyan ismerősöm, akihez hozzá se lehet szólni. És nem is, ha beszélsz neki, akkor nem is emlékszik semmire. Igen, a meccsnézésnél nem szabad, ezt a kutatás is megállapítottam, hogy meccsnézésnél nem lehet hozzászólni. Sport és klotyó. A férfihoz. Klotyó? Igen, a sportolás és a klotyó, ez a két dolog. Mert adott esetben kint is tudok tornázni, kint is tudok sportolni, és nagyon szeretek, de rábeszélnek, hogy inkább bent legyek, inkább mert addig is együtt vagyunk, tudod. Hogy a klotyóban tornáz? Akkor természetesen, akkor minden kérdés, akkor támad meg, természetesen a reklámszünetekbe, mert amikor a kedvenc sorozatukat nézik, akkor nem tesznek vele egyetlen kérdésem, de ahogy elkezdik a reklám, rögtön átnyergelnek rám, és elkezdenek kérdezni. A másik pedig a klotyó. Mert akkor úgy van, hogy a fürdőszobán belül van még egy ajtó, a fürdőszobának is van egy ajtaja, meg van egy ajtaja a WC-nek. Már van ajtó a klotyon. Most már raktunk rá. Hát ez haladás. Gyerekek. Ne, talán egy lomtalanításkor szedtük össze a két ajtót, akkor akut fölöket. Szerencsére az egyik passzal, a másik nem annyira. Mindig megnyugtat, hogy azért a vadon család is így szép, lassan lépésekben fejlődik. Most már van ajtó a klotyon. A végére egészen civilizált lesz. Lassan utolérjük a 19. századot. Igen, tehát eddig nem kellett virág takard el a szemed apád gittel. Tudod? Nem mondtam, csak mondtam, hogy forduljon el. Fogmosás közben. Igen, virág, légy szíves, fordulj vissza. Is intim szférán, de a függöny volt régen, vagy függöny volt? Volt. Tehát elhúztad a függönyt az ajtón, miközben gitteltetek. Volt, igen, csak elkopott, azért lett az ajtó. És most már tartósabb. És két ajtón keresztül, amikor hallod lentről. Ráadásul a dupla ajtó. Hallod így, a konyhából így. Apa, a szarország sem sírott nosztra. És tudod, és anya! Vécén vagyok! Zord a virág! Mi van? Az összetett zord a vepito postás!
tudod. És mindig értesz belőle egy-egy ilyen szót, vagy ilyen szófoszt, fogalmad nincs, hogy miről beszélsz, és tudod már rohadt életbe. És akkor kinyitod az ajtót, mi van? Á, semmi, nem fontos, majd ha először elmondom. Igen, siettem, mint az állat, hogy vége. Igen, az meg nem egészséges. Nálunk a zuhanyzás ilyen. Például mi nálatok, tehát akkor érzi a Viki ellenállhatatlanul, hogy, hogy most valamit nagyon meg kell beszélni. Én meg nem szeretek zuhanyzás közben. Ja, azt hittem, hogy kakiltok zuhanyzás közben. Néha belegítelünk, igen, igen. És akkor egy lábbal így, áll iskolába, menj már le, illetve igen, gőzborotvát csinálok a számmal, és lespriccelem általában. Nem, a zuhanyzás, tehát az is egy olyan pont, amikor a nők valahogy azt érzik, hogy most a Pali biztos befogadó. Áll a zuhany alatt, ugye hát nálam egy barátságosabb, gyorsabb zuhanyzás is 22 perc. Igen, amíg beállítod a hőmérsékletet, hogy belépjek, ne lépjek, ugye az egy bruttó 18, plusz még 20 perc. Hideg, langyos. A Vadon család két heti vízadagját fürdöm el egyébként, egy-egy zuhanyzás, nem? De hogy például azt én nem értem, hogy a nők miért gondolják azt, hogy akkor ott a zuhany alatt kell valami. Mondom neked, hogy mert nem tudsz elmenekülni. Pontosan ennyi. Ez. Ugye, ez egy sarokbaszorítás. Én ezt támadásnak veszem, állok a zuhany alatt, kiszolgáltatott pózban, mesztelenül. Miért? Ne haragudj, hogy zuhanyzol, miért kiszolgáltatod? Hát eleve nem tudsz menekülni, nekünk van külön kád, meg külön zuhanykabin, de nem ez az elhúzós, tehát ha be tudnám húzni, akkor jó lenne, de nem elhúzós, hanem egy belépős, rendes, egy épített zuhany van, aminek nincs is ajtaja, ráadásul egy üveg van az oldalán, de nincs ajtaja, nem tud semmit elhúzni. Sarokba vagy szorítva. Nem? Tehát az abszolút padhelyzet. És nem tudsz, és mondod, jó mindjárt, jó jövök mindjárt, jó csak lezuhanyzom, és jó mindjárt megbeszéljük, és nem. És hallottam, valaki durozolta be? Letörlöd a párát az üvegből, kiad, Viki, marsz. Néma, légy. Ugye gyerekkel azt játszunk, olyan gőzben zuhanyzunk, hogy mindig nekem kell valamit rajzolni az üvegre oldalra, és a gyerek már nem látja, mert olyan pára van. Tehát nekünk a zuhanyzás az egy nagyon durva szenz. De hogy tényleg a nők egyébként jól érzik, a kutatás szerint a vacsora közben lehet leginkább a férfiakat zavarni. Hogy a vacsora szól arról, hogy na most akkor veled könnyen meg tudok beszélni mindent, és a válaszadók nagy többsége azt mondta, hogy igen, vacsora közben nem zavarja a párja. Ha akkor ott elkezd valamit megvitatni, megbeszélni, aha, felvetni. Tehát, hogy vacsora közben abszolút lehet. Hát, hogyha jól főzött az asszony, akkor igen. De vacsorát adjuk, nem? Adjuk, az jó. A vacsora az egyébként az abszolút rendben van. A felmérés alapján kiderült, hogy a férfiak sokkal jobban végzik el úgy a házi munkát, ha erre egyértelmű utalást kapnak, és nem csak ez a morgolódás, jó lenne, ha besegítenél, hanem pakolt ki a mosogatógépet. Ezt a nyelvet se beszélik a nők. Észrevettétek? Nem. Ez a te nem segítesz semmiben? Csak a duzzogás van, igen, tudjuk. Hm. Nem lehet rád bízni semmit, és akkor te mondod, mondd meg. Mit csináljak, drágám? Add ki! Mondd, küldj egy listát, megveszel. Mi a válasz? Az mindegy, neked érezned kell. Gyere rá magadtól, tudod. Ugye? Tehát, hogy így, érted? Tehát, mi azért úgy vagyunk szocializálni, miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, pakolt ki a mosogatógépet. Nem tudják. Hagyjad, majd én kipakolom. Hát, és akkor jön a mártírkodás. Megvan a mártírkodás? Persze. Jó. Akkor kipakolom. Jó van. Na, hát te tudod. Nem így van. Miért nem tudjátok ti egyértelműen, hogy mosogass el? Mert együtt élünk, gyere rá. Hát miért kell neked? Mi ez a gyere rá? Ez nem egy keresztrejtvény. Nem látod, hogy ott van? Nem látod? Nincs szemed, hogy ott halmozódik? Nem látod? De lehet, hogy te föl akarod gyűjteni, érted? Mert az egyszerűbb, ha több van. Hát mondjuk mi? Én vak vagyok. Én szelektív vak vagyok. Tehát én tudom úgy elmenni három nap mellett a mosogatógépet, ha szólsz, mondom, ah, basszus tényleg. Nem veszed észre. Basszus tényleg. Na most, hogy mondtad, na most megcsinálom. Egyébként nem zavar. Egy ilyen holtér. Abszolút. Abban a pillanatban, hogy a periférikus látásodon belül egy holtér a mosogatógép. Tudom úgy látni, igen, hogy nem veszem észre, a tele van mindig a szemetes, néha cserélek benne kukazsákot, de tudod, nem, de ha kiadják nekem, hogy cseréld ki, akkor megcsinálom. Csak nem, jó, mindig veszem észre. Ez olyan rossz, mert hogyha az ember kiadja, akkor meg az van, hogy olyan nem tudom, hogyha utasításokat adnék. Tehát, hogy mi együtt élünk, na de ezért észre kell venned dolgokat. Jó, de mondjuk ezért beszél el egymás mellett nő meg férfi, mert a félreérti a nőt, a nő meg a férfit. De én örülnék, ha kiadnák egyértelműen, nem? De van, aki meg nem, mert megsértődik rajta, de érted? Hogy ne piszkáljál már, látom, ki fogom vinni. Jó, hát van az a típus is, igen. Jó, de a nőkre amúgy sem nagyon jellemző a türelem. Tehát, hogy te persze megcsinálnád, de megcsinálod majd pár perc múlva, de nem, tudod. Adjul, és igen, amikor megcsinálod, az előtt két másodperccel duzzog már.
Már pont megcsinálom, már én, és akkor már látom az arcán, hogy valami ott baj van. A kukazsák, érted? Hát honnan tudjuk mi, mikor már kiveszitek a kukából, oda le van téve. Abba még szerintünk fér? Ugyanez a dumám otthon. De nagy vagy. Ez a dumám. Miért szedted ki abba még fér? Én azt sem, hogy könyökkel megnyomom. Kicsit bele fölhúzom, és visszarakom. És az, hogy én már fölhúzom, azt már ki is vetném, mondom, micsoda. Ez abba még fér. A legnagyobb duma. Megtalálod az utolsó szemét darabnak, hogy itt egy joghurtos doboznak a balanszát, tudod? Hogy az, ami még elegyensúlyozgat a tetején, tudod? Hogy nehogy véletlenül ki kell vinni. Igen, van, aki. De nálunk például az van, hogy ha egyszer valami beragad Móninak, akkor én azt egész nap hallgatom, addig, amíg meg nem csinál, de akkor már szétrobban az agyam. Tehát, hogy azt mondja, apácska, felfúrod akkor azt a kaspót? Persze, felfúrom mindjárt, igen. Apa, majd azt a kaspót, azt tudom, és már végig már megőrülj. És amikor már 30-szor mondja, a büdös! De igen, felfúrom azt a rohadt kaspót. Igen, már kigyilkolnak. És tudod, felmész, és már a kaspót is úgy fúrod fel, hogy, hogy tudod, így rohadt virág, rohadt kaspó, rohadt fúrógép, rohadjon meg mindenki. Igen, de fölfúrnád, ha nem jelen a Móni. Igen. Fölfúrnád. Előbb-utóbb fel. Persze. És a vége mi? Ott áll, és azt mondja, ugye milyen szép? Így van. Ugye, hogy megérte fölfúrni. Tudod? Megérte. Mit akartál még mondani? A szemetes, hogy amikor rátesztek tényleg a szemetet, tehát, hogy amikor már nem lehet megfogni magát a zacskót, mert tudod, hogy kihúzod, akkor van egy játéka. Már nincs játéka. Tudom, ezért zacskóra kell nagyobb zákot venni, már ezt is kifejlesztettem, tökélet fejlesztettem. Nem 40 literes szemetes, nem 40 literes zsákot veszünk, nem sporolunk 20 forintot rajta, 70-80 literest veszünk. Húzókája van? Húzókája van, nagyobbat veszünk, több napig jó. Meg tudok őrülni. Viki legnagyobb művészete, 20 literes szemetese, 20 literes zsák. Úgy húzom ki, hogy szakad el már a zacskó, dugig van pakolva, mondom, miért nem veszünk egy 80 literes szemetes zsákot bele? Amit még 3 napig tudsz, mint egy eullazsák, így fogod és még húzod, föl te is belemászol. Mert a szemetes arra rával írva, hogy ez 20 literes. És az, amikor a szélére, most már én veszem, a szemetes szélére pont akkor átvesz, hogy így rá kell feszíteni. Na az, az nem az, de jó. Azt te meg az tudod csinálni, de a nők például nem tudják megcsinálni. Az nem jó, de nagyon kell venni. Nem akarom rá feszíteni. Nagyobbat kell venni. Hát nem akkorát kell venni. Vesz egy 40 literes, egy 80 literes, megfogod, kihúzod, van még, visszahajtod a szélét, még van benne hely, hát ez a 40 liter, mert 40 liter, te megőrülöd. Kihúzod, és a súly alatt már elszakad az acskó. Egy év volt, mire ezt levittük. 70 literesbe te be fogsz pakolni 100 litert szerintem. Tehát már nem megy a húzókas el. Belefér. Na jó. Benni, Viki, húzzuk ki a szemetet! Hallottad, nálunk úgy nekünk be kell jönni az acskó, mert nem lehet kivéni, de nagyon kiemelik. Hát persze. Na, jól van. Azt mondja, végre valaki foglalkozik ezzel, remélem hallgat titeket a feleségem. Azt hiszem, velem van a baj, de nem, minden férfi ugyanolyan. Na, drága női hallgatóink, írjátok meg nekünk, hogy mikor lehet a palitokhoz hozzászólni. Most kicsit elmentünk házi munka irányba, de a legfontosabb, hogy mikor lehet vele megbeszélni, mikor lehet bejuttatni a Winchesterbe valami információt, és mikor teljesen kezelhetetlen a palitok, illetve a megbeszélés téren kinek milyen konfliktusa van. Például lásd, este 10 órakor nagy életmegfejtések. Az ágyban a pasik 80% közben nem kamu visszaszól, és nagyban alszik már. Tehát tökére fejlesztette az aludjunk együtt, és közben néha 10 percenként mondjunk egy igen. Igen, igen. Én is szeretlek, drága. Persze, igen. Jó? Várjuk az SMS-eket. SMS számunk 06 70 645 000. Jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Egy érdekes kutatásról beszélgettünk a hírek előtt. Miszerint ugye a pasiknál kellő időpontban kell jól megszólítani őket, hogy választ is kapjon a nő, a feleség vagy a barátnő, vagy akár a szerető, hogy hát úgy szólítsa meg az adott férfit, aki éppen ott van nála, hogy tényleg legyen válasz, mert a férfiak nem képesek mindig figyelni. És a kutatás azt nézte meg, hogy melyek azok a legalkalmasabb pillanatok, élethelyzetek, amikor egy palit jó megszólítani, hogy választ legyen, és érdemi választ legyen, és mikor nem lehet egyértelműen hozzászólni pasihoz. Ilyen például a zuhanyzás, a kutatás szerint abszolút egyetértek, a meccsnézés. Netezés, nem így jön, mert azon a netezés, nem a például a PSP, PlayStation játékoknál szintén, ugye hát ezen ott felháborító, ha valaki megpróbál megzavarni. Az figyelj, az megvan azért, amikor ülsz a net előtt, és hirtelen itt balról bejön anya, és leül melléd, és így néz. Mit akarsz? Mit létsz, Illi? Nem most komolyan most játszol? Igen. És sose otthon játszottam. Már nem játszom, de amikor igen fifáztam meg. De a netezésnél is így van. Én nem játszottam otthon. Ő már kinetezte magát, ő már megnézte, amit akart, tudod. Te leülsz végre, és akkor ő megjelenik így balról, és így leül. És így néz. Te meg gyorsan becsúsz mindent. Szeretnél?
De még nagyon gyorsan becsuksz mindent. Én már besegyukom. Az a legjobb. Fölugrott anya. Az a legjobb. Rahat vírus. Nézd meg. Nem, milyen vírus volt. Megint vihetem el a sráchoz, megcsináltatni. Az élet és tudomány oldalán voltam. Megint. Erre nem főtt ez a nagy mellű szőke. Konfigurálhatjuk az édesanyját. Na. Te meg konfigurálnál. Nézzük, mit írnak a mi hallgatóink. Ugye a kérdés az volt, azt kértük női hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy mikor nem lehet a párjukhoz hozzászólni. Meccs közben barátom szotyit evett, én chipset, átnyúlt a chipshez, ettünk, amíg volt, utána visszatért a szotyira, végén megkérdeztem, megetted az összes chipset? Ugye értelemszerűen látszik az állapot, amiben volt. Ha kutatás szerint szeretnék beszélni a párommal, sose beszélnénk, ő akkor már nincs otthon, én meg már alszom. A nap bármely szakaszában meg reménytelen, mert egy férfi azt mondja, hogy megcsinálja, felesleges három havonta emlékeztetni rá, mert előbb-utóbb úgyis megcsinálja ezt. Marci küldte nekünk. Az én férjem alvás közben kérdésemre olyan tőmondatokat, összetett mondatokat képes válaszként adni, amire másnap már nem is emlékszik. Kifejlesztette a képességet. Látod, anyának igénye volt az esti beszélgetésre, apa megoldotta alvás közben. És megy a duma. Egyik. Jó. A pasi figyelme a nő hangerejétől függ, minél jobban kiabálok, annál idegesebb, és mire figyelsz fel? Arra, ami hangos és idegesítő. De nem biztos, hogy megjegyzed. Ugye? Tehát felfigyelni, felfigyelsz rá, de nem jegyzed meg. Az én férjem 5 évig lambériázta a konyhát folyamatosan, azt mondta, türelmetlen vagyok, ha valamit sokszor mondok el neki, azt már csak azért sem csinálja meg, ezért karbantartási tervet készítek neki, és a lakás minden részére kiragasztom. Mintha én meséltem volna a mai műsort, írja nekünk valaki, aki nem írta alá. Azt mondja, hogy... azt mondja, mennyi kajánk romlott meg, éjszaka van a kaját, berakod a hűtőbe? Ja, majd berakom. Írja valaki, a kaja berakás? Az egy neuralgikus pont? Hát de ha ő is... Hogy ezt ki csinálja? Nem, mi? Hát ő is be tudja mit rakni. Persze, mondasz? Nem, hát pont olyan messze van neki is, mint neked. Pontosan, így van, és te pont egyébként meg oldalakat néztél a neten, tehát ki nem ér rá, te nem érsz rá, tedd be te. Érted, te gyereked is, igen, pakolj el utána te. Ha éhes a férfi, ideges, ha fáradt, ideges, ha Candy Crush játszik, koncentrál, ha eszik, nyugalomra vágyik. Két pálinka után nem jutok szóhoz, ha munkába készül, nincs ideje, mikor beszéljük meg a dolgokat? Kérdez egy elkeseredett nő, Zsófi. Délután 2-3 között telefonon, ha ráér. Nyugi, veszekedni szoktunk éjjel 11-kor. Ettől függetlenül imádom. Ezt Zsófi küldte nekünk. Hát igen. Nem, egyébként az van, hogy más megvizsgálták a nők és a férfiak agyát, és a beszédközpont valahogy a nőknél egyfajta kielégülést okoz, ha használják. Tehát arra jutottak, hogy náluk ugyanaz van, mint nálad mondjuk focimes nézés közben, hogy endorfin termelés. Azért pletykásabbak a nők, és azért beszélnek sokat, mert maga a beszéd okoz náluk egyfajta kielégülést. És ezért nem tudsz beleszólni az ilyen női 6 órán keresztül tartó cselegésekbe, mert a nők ezáltal ilyen kis mini kielégüléseket hajtanak végre, dopamin, endorfin szabadul föl a szervezetükben. A sok beszédtől, amíg a férfiaknak ez nincs. Aha. Nincs, kivéve a trécselési vút. Igen, csak jó lenne, hogyha bocsánat, hogy hogyha az információt, amit a beszélgetés során ők megkapnak, azt mondjuk így, hogy így hasznosítanák. Tehát nem az lenne, hogy mondjuk kedden megkérdezi tőled, hogy holnap mikor jössz, az van-e valami adás után, és akkor én mondom neki, hogy lesz majd egy kis kreatív értekezletünk, és emiatt egy kicsit valószínűleg később jövök. És akkor reggel megint beszélgettek, és megkérdezi, hogy mikor fogsz hazajönni most adás után. Hát mondom, tegnap már ugye mondtam, de hogy egyébként lesz egy kis kreatív értekezletünk, és most, amikor fel fogom hívni valószínűleg, mert ilyenkor szoktunk csörögni, meg fogja tőlem kérdezni, hogy és ma? Mikor jössz haza adás után? Megmondtad. Érted? És ez a beszédben való kielégülés, ez elvesz máshonnan? Mármit, hogy érted? A kielégülésekből. Micsoda, ezt mértem? Azt mondtad ugye, hogy egy ilyen endorfin termelő. Igen, nagyon hát jó. A beszéd miatt, igen. Hogy ez máshonnan elvesz, vajon? Tehát honnan, a sokat ugye? Jó, hogy sokat beszél, kevesebbet, azt nem tudom. Én cseles vagyok, mindig akkor kérem meg valamire a barátom, amikor meccs van, utána pedig zsarolom vele, hogy ő már megígérte, mert ugye a meccsnél azt mondja, persze, persze, persze. Így kell csinálni. Hú, mormota, mekkora gólt lőtt. Amúgy elmegyünk moziba holnap, válasz, igen. Adjál már, igen, igen, persze. Mormota. Igen. Hú, mormota, mekkora gólt lőtt tegnap, nem top, Ronaldo. Amúgy elmegyünk holnap moziba, igen. És utána azt már számon lehet kérni. Halálom, amikor otthon kell dolgoznom, és akkor jön rá, beszélgethetnék. Takírja nekünk, sajna, az meg nem megy, hogy válaszoljak valamit, mert azt is számon kéri, én meg csak nézek, hogy mit is mondtam. Ez is jó egyébként, amikor önkéntelen megígérsz valamit, és utána nem emlékszel rá. Az én férjemnek hetekig mondom, hogy jó lenne valamit megcsinálni, aztán pár hét múlva saját ötletként adja elő az én ötletemet. Itt van velünk közben Szandi, hello Szandi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, picit halkíts le minket, ha szólunk, jó? Mert visszhangos. Na, mikor lehet a pasiddal beszélni? Kora reggel, tehát én amikor szólalkanak, hogy mi inkább a készüljek, még általában nincs
Tehát éjszakai dolgozik, ilyen hajnali 2-3-ig, hogy amikor én fönn vagyok, megkávézom, cigizek, stb. Ötten felkeltem, és szerintem egy jó fél órán keresztül úgy tudok vele beszélgetni, hogy bármire igen kapok. Tehát ő tulajdonképpen még abban az állapotban van, amiben nekünk őt ugye mi beszélgetünk. Jó éjszakát, szeretlek, puszi. És bármit kérdezek ilyenkor, arra mindig igen a válasz. És mi volt, volt olyan, amit így megkaptál, vagy elérted, vagy sikerült átütnöd rajta? Volt ilyen? Hát ez annak a kérdés tulajdonképpen, hogyha én kinézek valamit, akkor tudom, hogy ilyenkor reggel, ha megkérdezem, akkor szóval nyugodtan menjél vásárolni, majd megbeszéljük. Aha, tehát te kinézel valamit, és úgy kérsz engedélyt a megvételére, hogy reggel kéred, amikor ő valószínű igen mond? Aha. Igen. És mi volt a legutolsó, amit így vettél? Hát cipőt szoktam átlenni, hogy abban, amikor nem azt a kategóriát nézem ki, amit tudom, hogy amúgy is megengednek. Hanem kettővel felette. És mivel amúgy se jön el velem vásárolni, ezért délután, amikor hazaviszem a csomagot, akkor megkérdezni, hogy hol jártam. Mondom, reggel megbeszéltük, elmentem megszerelni. Ez jó, de szép, Tehát így bármit mondhatsz, nem is kell vele megbeszélni, mert úgysem emlékszik. Tehát ez csak a lelkiismereted megnyugtatása miatt. Jó, de hát miatt? Az számomra azért fontos, hogy lényegében megbeszéltem vele. Azt, hogy ő nem emlékszik, de az már nem az én hibám. Aha, de hogy akkor te a lelkiismereted miatt beszéled meg. Hát kérlek. Nekem is szükségem. Így fel. Aha. Egy kasszán vagytok egyébként? Igen. Egy kasszán, a közös kassa. És ő dolgozik? Ő is dolgozik, meg én is dolgozom. De közös a kassa? Igen. Aha. Hát ez nem szép dolog. De nekem szimpatikus. Egyébként szeretem. Köszönjük, hogy elmondtad. De ő is megvehet bármit, neki meg sem kell kérdeznie, úgyhogy innentől kezdve. Ja, hát akkor azért az úgy igazságos. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Puszi, Szani, ciao. Hello. Ez jó, reggel, amikor alszik, akkor kizsarolni belőle, nem? A cipőt. Ügyes. Azért az nagyon. Aljas, az de nagyon, ügyes. Az nagyon, aljas, nagyon ügyes. Kicsit aljas csak, hát figyelj, Palinak kell rá emlékezni egyébként, igen. Jó, ki nem mondta még azt a feleségének, amikor bekezdett egy mondatba, hogy jó, vedd meg. Igen. Munkában már éppen titeket hallgatunk a barátommal, a témátokra csak annyit mondott, örülnék, ha néha én is nőből lennék, és többet beszélnénk. Nálunk a barátomnak van általában szómenés, és én vagyok csendben. Daniel küldte nekünk, köszönjük szépen. Miért is három férfi vezet egy beszélgetős műsort? Na ugye, az de az uh-huh, más. Uh-huh. Ennek tized annyit nem beszélek 4 óra alatt. Egyébként, csak mondom, mint a Viki beszél 1 óra alatt. Tehát, hogy na, folyamatosan beszélek 4 óra, igen, mert tudok te így te kibeszéled magad. Bizony. Mi mondhatjuk azt, hogy mi azért nem beszélgetünk, mert itt reggel kidumáltuk magunkat. Ennyi. Nem? Itton is dolgozzak, anya. Igen, mindenhol dolgozik. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket, tessék próbálkozni, mondjuk ezt a nőknek, nem feladni. El lehet azért hozzánk jutni, csak nyilván nem mindig. Egyszerű, játszunk Óven bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Erőt, egészséget! Attila, hello. Hello Attila, hú, de szigorú vagy, mint katonaember. Hello, honnan hívtál minket, Attila? Én Budapestről. Budapestről. Aha, igen. És mit csinálsz? Hát takarító vagyok. Takarító vagy egy igen, irodaházban? Igen, de mi már játszottunk, nem olyan. Azért, gyanús nekem igen, is. Igen. És de... hogy újra? Hát, ebbe is ki akartam próbálni magam. Nem szeretem ezt annyira, de nem baj, hát most már, ha itt vagy játszunk. Nem azért, mert hogy veled van a baj, csak én szeretek azoknak megadni a lehetőséget, akik mondjuk fél éve próbálkoznak, és még egyszer se jutottak be a játékba. Hát figyelj, előtte elég sokat próbálkoztunk, úgyhogy jó, most nem baj. Beérik az a sok próbálkozás. Figyelj, sikerült, úgyhogy itt vagy ezen, nincs baj. Nyertél egyébként? Nem, sajnos. Ki, mit játszottunk? Fekete-fehéreztünk, és a Feri ellen voltam, és hát 10 másodpercig bírtam. És... Még meg is kaptam, hogy az SMS-be írtam, hogy 5 másodpercnél tovább, úgyhogy... Aha. És ki kaptál a Feritől? Ki, sajnos. Jó. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó? Pont azt próbálom, hogyha lejjebb húzom a kakat. Esik az eső náluk. Uh-huh. Itt nem fog. Na igen, ott már szerda délelőtt van. Ajja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 j
hát ez egy trilógia.
film. Rövid lesz nagyon. Jó. Ez mondjuk tényleg az. Igen. Az, amely a hosszabbat adunk Zsülel, akkor azonnak, nem, muszáj ütni. A következő mi lesz? Kérhetem még egyszer. Figyelj. Ó, hát egyébként nagyon jellegzetes. Még egyszer, hogyha lehet. Hogy nem, mutatjuk. Gyűrűk ura. Nem. Nem. Miért nem kérte olyan gyűrűk ura? Ráadásul nem is annyira jellegzetes a zenéje, legalábbis én nem annyira is. Ez hogy jött ez a gyűrűk ura? Nem tudom, trilógiából talán. Hát a trilógia az ne tévesszem meg. Már mint a gyűrűk ura is trilógia, de nem. Kéred kellett volna egy kicsit hosszabb részletet? Igen. Igen. Figyelj, hallgass, meg ezt mutattuk volna. A hosszabb részlet beugrik, figyelj. Ez megvan így? Nincsen sajnos. Ne! Iszonyú híres. Nagyon nagy. Hát ez a keresztapa. Tényleg, basszus. Bizonyám. Hát akkor ez így kettőből semmi, eddig a játék arányba. Figyelj, most már gyere vissza hármas ugrásra, vagy valahova. Egyébként igen. Nem, az már húzás. Keresztapa, persze. Keresztapa, Igen. Jól van. Köszi a játékot. Én köszönöm. Sziasztok, szép napot. Ciao, hello. Ez volt magyar szöveggel ez a dal, valaki. Minden volt, figyelj, novemberén is énekelte Pataki Attila magyarul, minden volt. Itt már nincs olyan dal, amit a magyarok nem énekelnek el magyarul. Igen, ezt is sikerült megbecsalentenünk. Megerőszakolni, igen. Nem kell hozzányúlni, az ingyenek, ez nem szabad hozzánk. Emlékeztek, világslágerek magyarul. Igen. Hát ott még nagyon sokan, persze, hallom. Gergely Robi, Zambó Jimmy, Pataki Attila, ott mindenki énekel. Hát, Pataki Attila novemberén énekelte magyarul. Hát ugye már meghallgattuk elég sokszor. Na jól van, 2 perc a pontosan, 8 óra. Gyöngéden ölelj át, és ringasz szerelem. Ez most az, ezt az Anna küldte el. Sehogyis, előjött a tudatod legmélyéből. Nem, ezt nem én tudatom, azt imboljak. Nem, ezt Anna küldte, higgyétek el. Gyöngéden ölelj át, és ringasz szerelem. Igen. És akkor nyitott be anyukád. Más, mit csinálsz? Láttam, hogy mit csináltál. Igen, mesztelenül lassúztam magammal, igen, és simogattam magam. Ezerszer megmondta az atya, hogy elsorvadsz. Gerinc, sorvadásod lesz! Habasz, turbálsz! Melyik kezed volt? Mondjad, Anna! Nem írtam semmit neked. Na, ne árulj! Jó, ez tényleg a tudatalattimból jött. Mit csináljak? Imádom Gergely Robit. Egyébként. 2 perc, pontosan 8 óra jövünk, Ákos híre jutam. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebesgé Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan, 13 perccel szép reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Hello, bello, drága hallgatók. Egy jó kis tankcsapda után, hát ez szerintem mindenkit felráz, gyerekek. Mindenkit felráz, tessék? Megérdemeltük. Sok szempontból megérdemeltük, így van. Úgyhogy, igen. Azt mondja, hogy hangadó, gázpedál, maxon, micsoda zene, egyből felébredtem, köszi nektek, de jó ez a tankcsapda, milyen jó a szövege, nem is tudom, hogy miért szeretem, de egyszerűen imádom, isteni tankcsapda, ezt feldobta a napomat, köszi fiúk, vérpes, dítő zene, írja nekünk egy hallgató. Több hónap után imádom ezt a dalt, írja nekünk egy másik hallgató, és Jani és Feri oda jutott a keverőpulthoz, és ez bent volt, nem mutogatunk be. És mind a hármunknak vastagon benne volt a keze, hogyha. Így nézzük a dolgot, természetesen örültünk neki, hogy ott van. Örülünk, de nem húzogatunk, nem húzogatunk be zenéket. Azt mondja, hogy... Egyedül Zsül tiltakozott, de Village People-es. És lekötöztük. Óriás, hogy ilyen a gyerekek, imádom, ez az jel, Kriszta küldte nekünk. Budai alsó rakpart szokásosnál is lassabb dél felé. Mozaik utca, Árpád itt 20 perc, ezt István küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán az M6-os 42-es kilométerénél fotóznak, mint minden reggel egyébként Pécs irányában. Gyerekek, ez a pécsi M6-os autópálya, hát ez valami elképesztő. Maga nyugalom. Figyelj, én nem értem ezt még mindig. Az M6-oson jöttem Bajáról Pestre, hát ott autó nincs. Kerülő út. Megkérdeztem egy pécsit, azt mondták, hogy egy olyan 40-50 kilométerrel több. Na de időben? Ott időben nem. És biztonságban sem, de az ember így működik, hogy ott venni kell egy pályamatricát plusz 40 kilométerrel. És inkább az a szakad hatos. Inkább a hatos. Inkább eljössz Szekszárdig, azt hiszem, és akkor ott már majdnem összeér, ott fölmész, és
Aha, hát lehet. Igen. Mindenesetre imádok autózni az M6-oson, mert az soha nincs, ez egy szellem autópálya. A legjobb, igen. De az autóroncsoktól meg a gyomtól eltekintve tiszta Walking Dead. egyébként tényleg, igen. M3-as kivezető Szerencs utca után most csattantak tuti a dugó. Miki küldte nekünk, M3 a 171-es kilométernél Budapest felé szintén trafiznak. Feri üzente, valamint a Cinkotai út vasúti átkelőjénél nem működik a fénysorompó, mindkét irányból torlódnak az autók, és a Baks csomópontban az ÖMFA kút mellett áll egy elpusztult kamion, kerülni kell. Ez tehát a Baks csomóponti dugó oka, de ezt többen elküldtétek nekünk. Úgyhogy ott egy kis türelem, ezért van valószínűleg bedugulva a Budaörsi út is. A Budaörsi út. Budaörsi. Igen. Bali, most mondtad, hogy gyerekek, dobjál be pénzt. Nem! Nem! De az csak a jaj gyerekek. Az a jaj gyerekekre kell pénzt dobnom, így van. A jaj gyerekeknél van pénzdobás. A nyomatékos jaj gyerekeknél. Jaj gyerekek. Az. Na, igen. Azt mondja, hogy 5 éve akarok nyerni naphallgatójaként, minden nap 2 SMS-t nem ingyen, de sajna még nem nyertem. Úgy látszik, veletek most sem lehet beszélni, mert nem halljátok, amit mondok. Írja nekünk egy kicsit paranoid vénával megáldott hallgató. Gyerekek, a lehetőség, az SMS az mindig egy lehetőség. Ennél szebben én ezt nem tudom elmondani. Az egy opció. Azt nektek úgy kell elküldeni, mint ahogy egy étlapra felkerül egy étel, de nem biztos, hogy azt választja a vendég. A túrógombot sem ideges, hogy aznap nem választották, nem? Csak ott van. Mondjuk, rohadt nagy a menünk. Ahogy látom. Igen. Tehát opcióként esik, nem elvárás, és nem kötelező jelleggel elküldöm, és rohadjatok meg, ha nem olvassátok be. Nem. Több ezer jön. Hála arra Isten. Nektek vagy ne küldjetek, ha sajnáljátok, vagy ne kérjétek számon, de nektek erre opcióként kell tekinteni. Talán a közlekedés a kivétel, amit tényleg próbálok beolvasni. Kofidiszre több száz jön, egy-egy játékra több ezer jön a nap végére, SMS-ek, hozzászólások, problémák, eltűnt laptopok, kisgyerekek, megnyúzott szurikáták, eltűnt opuszumok, szerelmes üzenetek, szerelmes csincsillák, ja. és minden. Úgyhogy opció. Jó? Na, viszont tudjátok, hogy én imádom a misztikus dolgokat, és akarok nektek mutatni valamit. Gyere kávézni. De szemét! Eddig mindig lukra futottál. De én szeretem ezeket. De luk akkor is. Borzolni kicsit a kedélyed. Megint mi van? Most? Jani térnek. Hallod. Most? Furra a kíváncsiság. A hajad. Leteszed a szőrödet. Azt is letettem el, adjál. Igen. Van tegnap. Sehol. Csempe vagy? Az jó. Az a nincs baj. Érdekes a dolog. Mert hogy tegnap olvastam, több internetes portál is lehoztam, hogy a világ különböző pontjain egészen megdöbbentő módon megmagyarázhatatlan, eredetű, fura, mindez idáig senki által meg nem magyarázott hangokat hallanak civilek. Uh-huh. És ja. Én ezeket a civil videókat szeretem a legjobban. Mert ebben nincs átverés, ez nem arról szól, hogy itt most hallasz valami nem tudom milyen hangot, és akkor ott egy kilohertzet ott megfejtegetted, hogy mi, hanem emberek videózták a párjukat, szerelmüket valahol, és közben egyszer csak megmagyarázhatatlan körülmények között hallották ezt a hangot. Zseniálisak ezek a videók. Aha, ez olyan, mint a NASA mikrohullámú sütője? Ez egy kicsit jobb. Ugye a NASA mikrohullámú sütője az érdekes, mert ugye meg az óriás teleszkopok befogtak valami hangot, egy héttel ezelőtt beszéltünk rá a kitelepülésen, majd kiderült, hogy valaki sütött egy popcornt a mikróba, és a mikrónak a nem tudom milyen közepes frekvenciájú hanghulláma zavart be az egyébként nem tudom hány kiloherces, nem tudom milyen radarba. Aha. De itt nincs mikrohullámú sütés, a világ több pontján történt meg ez. Aha, saját személyes tapasztalat van? Milyen saját személy? Hogy én hallottam el? Hát, így tudom én, el tudom képzelni, hogy a régi autódban azért voltak fura hangok. Mit az én kis pockiból olyan hangok jöttek, hogy azt még a NASA is bekérte, figyelj, hát én kis pockiból indultam. Na most oké, ti akik olyan szkeptikusak vagytok, és mindig van valamilyen nagyon racionális, ilyen nagyon kézzelfogható magyarázat. Szeretném, ha ezt meghallgatnátok. Aha. És velem borzonganátok na, kicsit. Húha. Nagyon kíváncsi vagyok. Most mi lehet az? Halljátok? Ez már az. Aha. Most ez volt az? Nem, még nem mutattam semmit, azért mondtam. De fura. Kíváncsi voltam, mert ha azt mondjátok, már halljuk, akkor már átszellemültetek. Még nem mutattam, nem mutattam semmit. Én már nagyon kíváncsi vagyok, mit is írt a UFO info. Az UFO info, persze. Az UFO info. Olyan, mint egy hangszer. Igen. És nem nagyon tudják, ez hogy... Ez már hármas ugrás? Nem nagyon tudják megmagyarázni, hogy honnan jön. És az elmúlt 10 évben egyre másra töltötték föl
YouTube-ozók, vagy a YouTube-ra azok, akik ezeket a hangjelenségeket észlelték egyébként. Zseniális. Tehát skifikben hallasz ilyet. Az első. Figyeld. A YouTube csatornának az a cím, hogy én is halucinálok. Igen. Feri, ne kérdezz, mert soha nem fogjuk. Bélyegezzünk együtt. Igen. Én és a varázsgomba, én és a pszilobicin. Így van. Így van. Na figyelj. Megőrülsz. Itt azt hallottuk. Ja, ez volt a bizonyíték. Nyugi, itt még csak kinyitottak egy ablakot. Azt hittétek, ez a hang. Itt, ez Németországban zajlik. 2015. április 4-én vették fel ezt a hangot. Egy pali elkezdi hallani a lakásában, egy lakóparkot látunk, oda rohan az ablakhoz, feltépi az ablakot, és próbálja felvenni a telefonján a hangot. Was ist das? Was ist das? Ja, der Junge da unten guckt auch. Was ist das? Hagyja már, hát eleve egyébként egy tévéműsor, érted a Gottschalk Show áthaladszolott a szomszédból. Nem. Van egy síró kisgyerek valahol. Figyeld. Jó, oké, ez nem győzött meg benneteket. Ja, oké. 2013. Augusztus 29. Was ist das? Berlin. Kanada. Figyeld. Azért ez durva. Az nagyon. Fákat látunk, fúj a cél, emberek állnak az utcán, és mozdulatlan állnak, és mindenki keresi, hogy honnan jön a hang. Már esik is. Vihar van. Hát így, ez mi? Ez alapján nem iratnám be a gyereket a konzervatóriumba, az biztos, nincs érzéke a hangszerhez. Pizsike, tedd le a szarul a trombitát, úgy sekmerugnak, hogy ide kiesik a fogad. Oké, akkor zongora nem hasona. Harmadik. Jó, oké. Hol járunk? Állnak emberek itt is, azt látjuk, hogy állnak emberek, és mindenki forgatja a fejét, egy nagy területen vagyunk, valamilyen parkban, és senki nem tudja, honnan jön a hang. Figyeld. Ez mi? Was ist das der furcsa zaj? Did you guys hear that? Ez mi? Madár csicsergésnek tűnik. És ez mi? It's weird, I never heard anything like that before. Azt mondja, hogy ez ilyen ijesztő, vagy kísértett ilyes, igen, vagy rémisztő, hogy soha nem hallottam ilyet előtte, azt mondta. Na, mondjuk, ez nem is hát, ennyi. Szerintem egyébként érdekesen szól. Nem. És nem tudom, tudósok se tudják megmondani, azt mondják, hogy ez a háttér. Where's it coming from? Honnan jön. Ezért érdemes egyébként nagy javítás után például egy hajót a szárazdokból úgy visszaengedni a tengerbe, hogy előtte elárasztják vízzel. Na, de mert különben ilyen hangot ad, amikor becsúszik a tenger. Nézzük el a videót, de itt emberek állnak egy parkban. És forgatja hallod embereket parkban. Forgatja a telefont, és mindenki furán nézhet, hogy ez nem arról, hogy egy lakásban hallod, hanem állsz kint, és valahonnan jön. És a tudósok se tudják, azt mondják, hogy egyébként egészen fura eredetű a hang, de nincs meg. Tehát olyan, mint egy ilyen tényleg egy ilyen kínlódó elefántcsorda, de nem tudják, hogy honnan jön a hang. Elefánt. És azt mondják, hogy a bolygónak van egyfajta háttérzöreje, vagy hogy a tektonikus lemezek, amik mozognak alattunk, azok adhatnak ilyen hangot, de senki nem tudja, hogy egyébként ezek milyen hangok. Honnan jönnek, ki adja ezeket a hangokat. És nincs, ez nagyon érdekes. Nézd meg a videót. Helyi didgeridoo csapat. Igen, az ausztrál, a német és a finn didgeridoo csapat, igen, akik nagyon-nagyon-nagyon gyakorolnak. És szerintem jó, érdekes, nem? Nincs jó hangja. Dermesz, a Spielberg filmben volt ilyen hangja, amiben a Tom Cruise játszott, amikor megérkeztek az UFO. Ez már egy másik videó. Ez Ausztrália. Kérdezi, mi a pokol ez? Sétálnak. Spielberg ott adja a zenét. Utcán hallják ezt emberek, ezt a hangot. Aha.
Nem mondta, hogy nem pukiznád össze magad, ha halnál egy ilyet. They're coming from the clouds? Hogy honnan jön a felhőkből, kérdezi ugye az ember. Hallod nekem erről Lár András vers, a forró víz visszatérő vezeték a fűtési ellenáram a vezetékhez című verse jut, azt hiszem, hogy hallgatsak! Nem a Belindek lelkő, így küldi lelk lomha pillangó képében iszonyú érgi ostorát! Érte? Tehát, hogy gyerekek, felrakunk egy pár videót a Facebookra. Nektek. Nem ennek a kép. Nem tudom. Ja, azt hittem hozzá. Érdemes ezt a videóval együtt megnézni, az arcokat közben, hogy fogalmuk nincs, hogy az a hang honnan jön. Nem tudják. Hogy milyen dolg, mennyire keveset értünk a világból, azt akarom arra akarom felhívni hát meglehetősen, hogy is mondjam. Például itt senki nem érti, hogy hol a hangszóró, amiből ilyen világos. Nagy területen, gondold el, hogy hány hangszóró kellene ehhez, hogy egy nagy területen szabadban benyomjál ilyen hangerővel hangolt, ami szabad fülön így hallható. Hát ez koncerten nem szól így. Tehát ha megnézed a videót, hogy ők milyen területen vannak, ők is sétálnak egy nagy parkban. Tehát ezt nem tudod behangosítani, nem tudsz ennyi hangszórót letenni. Hogyan a kia hangja legyen. Koncerten? Hát egy páron azért megfordulják. Na tessék, mi ez? Na most ha félretesszük, azért nyilván azért hárítotok, mert fingotok nincs. Lajos, ezt hagyd már Dezső bácsik mondani, ha kicsak nem is tudom, mit csinálnak, de biztos, hogy rájuk fogom írni meg ilyen ardokat. Na, de tessék, mi lehet ez? Ugye, hogy közben azért érdekes, nem tudjátok, csak bénán humorizátok, hogy elüssétek a tanástalanságot. Nem kell rá keresni, tehát ez egy egyszerű hack, mennek körbe érted a világban, leteszik a kis hangszorból. Nyilván egy Marshall hangszóróból csinálják, persze. Hát a Marshall az nem gyenge. Na ez jó minőség. Figyelj, de most őszintén, tehát hogy így. Ja, mert ez ugyanaz a hang egyébként? Úgy érzed, hogy minden a világ különböző pontjai mindig ugyanaz hát a hang lehet? Hát hangok vannak a világ különböző pontjain, így van. Nem lehet, hogy egyszerűen csak arról azt, hogy mit tudom én, lehet, hogy ez valami a bálnáknak a hangjára engem nagyon emlékeztet a dolog, mit tudom én, párzó bálnák, hogy találkoznak egymással, ilyen a szerelmének, és ezt a hangot felhasználják mondjuk ilyen, hát, hogy is mondjam, csak kamuszagú videóknak az elkészítéséhez, mert egyszerűen csak rákeverik a zenét. Az nem lehet? Ja, hogy a videó a kamu. Igen. Aha. Nem, a videó nem biztos, hogy kamu, lehet, hogy tényleg hallott valamit a csávó, aki rögzít, csak utána ezt valaki megszerzi, és alákeveri a délszakot. Nyomja, ez egy csúvi német szintró hangja. Na jó, oké, mindegy, ezt meg akartam nektek mutatni, lehet. Nagyon sok ilyen videó van fönt a YouTube-on, lehet, hogy mindegyik kamu, nem tudom. Küld már át majd a linket, légy. Neked mindenki. Nem a zsűnnek, nem nekem. Persze, neked mindenki. Küldök át neked, elmegy a fajaszod, lefotózunk. Fél, UFO-ért nem lehet százast kérni. Csak mondom egyébként, érted, hogy ilyen hangok én a klónyomból is szoktak jönni, amikor bemennek a portásokra. Persze. Vagy Feri elmegy. Ja, tényleg, Feri, dobod be? Dobott be, de reggel csak pisilt. Miért dobnék? Nem voltam. 3 perc múlva pontosan 8:30, jövünk vissza mindjárt, jó, egy pici zenélünk, és utána 8:30 után felhívunk majd egy vadászpilótát, vagy egy volt vadászpilótát, hogy magyarázza meg nekünk ezt a Gripen dolgot, mert nem értjük egyrészt azt, hogy lehet már leszállás közben földről katapultálni, hogy kell egy ilyet elképzelni, mit csinál egy vadászpilóta, hogy készítek fel őket erre a helyzetre. Valami baja van a Gripeneknek, mert hogy mostanában azért mindig van valami baj a Gripenekkel, nem? Most is tönkrement egy bemutatóról, le kellett szállni, igen, a kényszerbe szállni. Most állítok, futómű problémák voltak. Így van. Mondta a pilóta, a második pilótának, hogy akkor 3-ra, 1-2, mondom 3-ra! Nem, ennél talán lehet egy picit komolyabb volt a dolog, úgyhogy mindjárt hívunk egy volt vadászpilótát, és utána járunk a Gripen balesetnek. 3 perc múlva pontosan 8:30. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, többen elküldték nekünk, hogy egyébként Esztergomról is van ilyen fura videó, és nagyon sok linket kaptunk még, hogy hol láthatóak ezek a videók. Én szerintem érdemes ezeket megnézni, nem tűnik hamisítványnak, legalábbis az arcokat látva valószínűleg nem hamisítvány. Azt mondja, hogy hatalmas nagy dugó van a budai alsó rakparton, és hát ott nagyon lassú a haladás. Csak úgy, mint a 10-es úton, még mindig egyébként nem nagyon haladnak az autósok, és hiányolják, hogy miért nem készült már el a körforgalom. Mondtuk, hogy ezen a héten mi ennek utána járunk. Mozaik utca Árpád itt 20 perc, István küldte nekünk. Köszönjük szépen, ez ugye az alsó rakpart. Most rakják ki a trafit Baján, a Kölcsei 73 előtt. Vigyázzon mindenki, M3-as kivezetőjén a Szerencs utcai lámpánál középső sávot kell elkerülni. Tom küldte nekünk, és trafiznak az M372-es kilométerénél is. Megúsztuk a bajait, ugye? Mert majd múlt héten voltunk ott, és múlt héten voltunk. Na, ígértük, hogy kicsit foglalkozunk a Gripennel,
Ez tőlünk teljesen távol álló dolog, de szerintem érdekes. És hát van egy apropója, amiért mi most ezzel ugye foglalkozunk, méghozzá, hogy a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe lezuhant Csehországban, és hát aztán kiderült, hogy nem is lezuhant, hanem leszállás közben kellett a pilótáknak ugye katapultálni, mert hogy futómű és fékhiba volt. Ráadásul pár héttel vagy pár hónappal ezelőtt már volt baj egy másik Grippennel, amikor is ugye jöttek haza valahonnan, és talán az egyik, nem tudom, repülőtéren landolni kellett az egyik Gripennek, mert ott is volt műszaki hiba. De az is szerencsés kimenetelő volt. Szerencsés kimenetelő volt. Mint ahogy ez is, mert hogy egyébként a nagyon tapasztalt pilóták nem sérültek, meg időben tudtak katapultálni. De az milyen érzés lehet, mikor így ott vagy a gép, és meg kell húzni a kart? Hát erre nyilván őket kiképzik, és erre felkészítik. Tehát ez nekik jó, azért lehet talán jó érzés, mert az az utolsó menekülési lehetőség, nem? Tehát, hogy életben maradsz. Itt ugye érdekes a dolog, mert hogy földről katapultáltak ők. Tehát már nem volt a gép elvileg a földön, vagy hát majdnem föld közelben. Leszállásnál történt ez a dolog. Futóműhiba, és ott kellett magukat kilőni. Ez érdekes dolog, ugye sokszor hallani azt is, hogy ugye törekednek arra vadászpilóták, hogyha bármilyen üzemzavar van, kilavírozzák a gépet lakott területen túlra, és ott katapultálnak, tehát addig ugye tényleg rengeteg olyan eset van, amikor a pilóta nem katapultál, hanem először kiviszi a gépet, hogy ne legyenek civil áldozatok. Azért az is milyen. Mekkora lélek jelenlét. Mekkora lélek jelenlét, igen. Meg odafigyelés. Na, mindjárt megkérdezünk valakit, aki hát szerintem az országban kevesebben értenek hozzá jobban. Szabó Zoltán volt vadászgéppilóta, Topia vendégünk. Hello, jó reggel, ciao. Szervusztok, jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat. Jó reggelt. Na hát gondolom, te ma reggel mindenhova, nem? Nyilatkozom, hát, mindenki hív téged. Hát igen, hallgatom, óvatosan próbálok nyilatkozni természetesen, mert ilyenkor, amikor egy baleset történik, akkor mindig mondom, hogy arról, hogy én most álláspontot foglaljak, az nagyon rossz dolog lenne, hiszen nem lehet, nem ismerem a dolgokat, arra van a szakértői bizottság. Persze, hát mi nyilván csak kérdezünk. Neked volt bármilyen hasonló, amikor meg kellett húzni azt a bizonyos kart, és katapultálnod kellett? Volt, igen, 10 évvel ezelőtt, pont május 11-én, rajta is van a YouTube-on, tehát valaki felmegy, megnézi, beírja, hogy Topi Mi 29, ott van a videó. A bemutató gyakorlása közben felrobbant az egyik hajtómű a levegőbe, megállt 14 éves fordulatról 0, kevesebb, mint egy másodperc alatt, és szétrobbant az egyik hajtóművem, a másikat meg a lapátok szétszették, tehát elvágták, és az meg tartalékrendszeren volt, és égett az egész gép. Ennyi igazából a történet. Aztán hát 52 másodpercig voltam benne, abból az első 22 másodperc volt az, amire azt mondtam, hogy szerintem ez itt bármi történhet. A műszerek nem mutattak semmit, mert meghaltak a jelzőrendszerek, minden. És utána az utolsó 30 másodperc körül voltam, amire azt mondtam, hogy bajba vagyok, és átéltem azt, hogy magam előtt láttam szinte, hogy hogyan fogok meghalni, hogyan fog a lángokba lenni az egész gép. Nem egy jó érzés ez. Ilyenkor ki kell lavírozni, tehát a szabály, hogyha a lakott területen felül történik, vagy légi bemutató közben, akkor vidd el a gépet oda, ahol lehetőleg minél kevesebb civil áldozat lehet? Igen, ez a leírásban úgy szerepel, hogy lehetőség szerint forduljon el a lakott településtől. Tehát lehetőség szerint egy adott helyzetben, amikor úgyse tudod, a katapultálás, nagyon fogalmazták különben, ha tegeződhetünk így. Hogyne? A katapultálás, én azt mondom, mindig a pilótának az utolsó lehetősége az életben, hogy élni akar vagy nem. Nagyon sokszor hiába, hogy nulla méteren tudom meghúzni vízszintes repülésben vagy leszálláskor akár, de van olyan, amikor hiába van magasságod, és nem fog kinyílni, nem fogja biztosítani a túlélést, mert a függőleges sebességnek meghatározott rendszer körülbelül ötszörösét kell számolni, ez gépenként változik, típusonként változik. Hiába van 500 méterre, például, hogyha jön egy 150 méter per szekundum lefelé egy gép, meg fog halni, nem fogja kinyitani a rendszer az elnyűrűt és belehal. Arról ki dönt? Te döntesz, vagy szólnak neked, hogy na most már engedd el, vége nem tudsz mit csinálni, katapultálj? Vagy hát a kettő együtt? Ez a pilóta döntése. Tehát az, hogy amikor ott van előtted egy kar, és te azt látod, hogy nem tudom megmenteni a technikát, és próbálom menteni az életedet, az egy életmentő funkció. Ha közben eltörik a kezed, lábad, akkor a rendszer, a szakemberek azt mondják, hogy a rendszer ledolgozott, mert itt nem arról van szó, hogy épségbe megúsz, hanem az, hogy túléljed. Ha leszakad a kezed, lábad, vagy bármi, akkor is jó, a rendszer jól csinálta, mert redolgoz. Ilyenkor tudni kell, hogy kb. 19-20 g-vel lő ki másodperc töredék alatt. 19-20 g, tehát 20-szoros óriás terhelés. Így van. Tehát a te súlyod 20-szorosát kapott terhelésben, nem? Így van, az körülbelül egy olyan 1,8 tonna, mindenki besorozza a saját súlyát, plusz a felszerelés, minden, ami benne van. Ezt meglő ki, utána itt van egy kilő, egy
15 méter per szekundumos kedvősebesség piropatron, egy rakéta beindít, utána a rendszerek tudják, hogy mikor dolgozzanak le, rögzíti a magasságos sebességet, minden úgy nyitja ki a megfelelően az ernyőt, tehát késletet, hogyha nagyobb magasságban, nagyobb sebességben történik a katapultálás. Tehát egy elég hosszú, és a földön, amit mondtátok, jól mondtátok, például a 29-es esetében volt földi gyakorlás, tehát földön gyakoroltuk egy ilyen rögzített rendszerben, ami megfogta egy ilyen hosszú ilyen sínszerűség, megkusztod a kart, elmondták előtte, hogy ilyen eset történt, hogyan ténkedjél. És akkor kilőtt téged egy 11-es patron, egy megállt egy olyan 4-5 méter magasságban, és utána a csőrővel elmentek érte, és lehúztak. Atyaisten! Ez volt egy földi katapultálás. Tehát a pilótának a vészhelyzetekre fel kell készülnie. Erre van egy különleges esetek címszóval, amit minden esetben meg van határozva, hogy meghibásodáskra a pilóta felkészüljön. Ismérvek, mi az ismérve, hogy ezek és ezek ilyen lámpa, ezt mutatja, ezt látod, akkor mit kell tenni? Tehát ezeket meg kell tanulni a pilótának. Amikor neked leállt a két hajtóműved, akkor te még tudod olyankor irányítani a repülőgépet? Pontosítom én, mivel a... Ez egyik fölrobbant. Igen, 20 nem úgy, nem azért, hanem a 29-es esetében két egymásra független hajtómű van. Az egy jobb oldali nekem az leállt, a bal oldali meg vészelemszerűen volt, tehát ki is írta az ekrán oroszul, hogy a Lady Vigatya Naradezon szisztéme, és akkor tök lustán viszekedett a hajtómű. Hát az a Naradezon szisztéme, hát persze, hát akkor én is beszartam. Igen, azt, hogy tudod irányítani, sokan nem is gondolják, de például egy ilyen gépnél, azt gondolja az ember, hogy megy a hajtómű, előfordult, hogy megy a két hajtómű, és mégis irányíthatatlan lesz a repülőgép, mert abba kell belegondolni, hogy 16 tonna maga például a 29-es, meg ezek is akár a Gripen is 7-8 tonna fölött van bőven, és ezeket simán manuális erővel nem tudod irányítani. Ebben hidraulika dolgozik, ilyen 190 plusz 10-5, tehát ilyen 200 bar, 200 atmoszféra nyomással körülbelül biztosítja a hidraulika a kormányoknak a kezelhetőségét. És booster főrendszer van, tehát hogyha meghibásodik az egyik vagy másik, és ha például behal egy ilyen középső rendszer, egyesített rendszer, egy úgynevezett segédbenzések háza, akkor hiába van két működő hajtóművet. Nem tudsz mit csinálni. Itt mi történhetett, tudjuk? Tehát leszállás közben kellett a pilótáknak katapultálni, vagy már földön voltak, és ott észlelték, hogy valószínűleg meghibásodott a hajtómű, vagy a futómű, és akkor kilőtték magukat már a betonról? Tehát pontosan fogalmaztál, nem is amit előtte elmondhatok, mert hallottam ugye abban a pár percben, ahogy bevezették az egészet. Itt én annyit tudok, hogy leszállás után történt. Most leszállás után a földön az, hogy most mi hibásodott meg, mi nem, hogyan történt, azt én nem tudom, azt tényleg szakértő fogja kivizsgálni. Egy biztos, volt olyan is, előfordult a 29-esen, hogy mit tudom én, a hátsó kabinban valaki megkuszta a féket az oktatóülésből, akkor az első hiába próbál fékezni, ez egy technikai mazur volt, nem tudott fékezni, rá kell pumpálni többször. Az is lehet, hogy nem fog a fékrendszer. A Gripennek tudni kell, hogy nagyon jó, jobb a fékhatása, mint a 29-esnek. Kisebb tömeg, erősebb fékrendszer, 680 méteren belül meg tud állni. Itt egy több kilométeres betonról van szó, tehát ha nincs fékrendszer, akkor hiába azzal nem tudsz megállni. Rohansz bele, ha nem tudod mibe. Rohansz befelé, és a pilóták úgy döntöttek, már pedig a felvétel alapján, amit én láttam, hogy a gép az megsérült jogosan, ha most őket nem hajtják végre a katapultálást, akkor az életükkel fizetnek. Ilyen esetben egyébként a protokoll szerint nekik ezt a hibát, vagy az esetleges veszélyt, akkor azt jelenteniük kell az irányított toronynak? Á, nincs idő. Nagyon sok ilyen esetben nincs idő, mert nem, mind időveszteség. Másodperc tört része elég ahhoz, hogy az életedbe kerüljön az, hogyha ha nem jól döntöttél. Tehát ha vársz vele, mert leadod a rádiót, az pont annyi egy másodperc. Jössz lefele például 150 sorjóval, egy másodperc ott veszít a gép 150 métert, azt te most kihagyod, és a ténykedésen múlik, hogy mikor indítottad be a rendszert. Ő esetükben, meg az, hogy mi történt, hogy történt, mindig egy utólagosan tudod, történik egy baleset, és mindig azt szeretem, amikor a szakértők így elkezdenek hozzáértően beszélni. Persze, nyilván utólag lehet csak, persze. Ha ketten vannak, akkor szólnak egymásnak, hogy húzd meg te, vagy mindenki húzza saját magának, vagy egy húzza és kettő repül. Ebben az esetben vadászgépeknek úgy van, hogy egy húzza és megy mindenki. Tehát a kapitány, hogy az irányító meghúzza és megy mindenki, tehát ott nincs mese. Általában úgy van, hogy elő van a Gripennek 29-es esetében, és úgy van, hogy elő van a pilóta, tehát általában a harc az együléses. Az oktató, ez a kétüléses változat, itt előnül az egy pilóta, hátul meg egy oktatói státuszban lévő, van ritka fordított eset, amikor úgy van, de többségében így van, ahogy mondom, hogy elől van egy hátul az oktató, ő felel mindenért a hátsó, tehát az egészben. Ha meghúzza valamelyik, és úgy dönti, mert dönthet az első is,
akkor is azt fogja indítani. Tehát én elindítja a rendszer. De szólni kell hátra, hogy figyelj, megyünk. Nem. Semmi? Nem, arra sincs ide semmi? Tehát ott ül a hátul, és a következő pillanatban kilövik, és megy. Nem, hát volt, amikor bocsival sepültem 22, és mondtam neki, hogy ha például megy az üré, megy a kabintető, akkor az már régen rossz lesz. Mert tehát a kábriót csinálsz a gépből, akkor ott már nincs idő nagyon beszélgetni. Ott nincs idő beszélgetni. Tehát az, hogy most vannak olyan kritikus helyzetek, amikor, amint mondtam, említettem, hogy másodperc töredék elég ahhoz, hogy valami gond legyen. Amikor indítod, ott gyorsan kell dönteni. Fizikailag itt mit kell tenned itt a kiképzésre? Mit kell elsajátítani mondjuk a katapultálásnál? Hogy benn marad a levegő, nem ragad, kifújom, beszívom, mit kell csinálni? Nyilván van itt is valamiféle. Ez egy jó kérdés volt különben, mert sokan... Köszi tőlem, Ritka. Ez az én reszortom általában. Úgy van, hogy a katapultáláskor el kell sajátítani a helyes testtartás, kilövéskor. Ugyanis ha te például nem húzod meg azt, hogy hogyan kötöd be magad, hanem jól kötötted be, kimozdulsz, akkor csigolyák törhetnek el, kompresszió, bármi megtörténik. Ha lehajtod a fejed közben, akkor eltérik a nyaki csigolyán, meghalsz. Ha magasabban hagyod az ülésedet, mint ahogy kellene, például a 29-es esetében, és magasabban van, mint a fejtámla, egy olyan esetben, amikor a kabintetőn keresztül ül át, már pedig az autóbuson megteszi 0,5 másodperc múlva, egy másik piropatron bedolgozik, akkor a sisakot fog először érinteni a kabintetőt, és beleveri szinte a gerincedbe az agyverődet. Azonnal meghalsz. Tehát ezek egy olyan dolgok, hogy ezekre oda kell figyelni. Akkor hogy hajtod végre? Nem nyúlsz, nem tartod ki a kezedet. A lábadat lehet, hogy behúzza a rendszer is. Tehát ezek mind olyan dolgok, amire oda kell figyelni. Na, de a hátsó nem is tudja, hogy megy. Az csak ott ül, nézelődik, és az egyszer csak elindul. Igen, de a rendszer behúzza a lábát. Ha nem, akkor eltörje a lábszárát, akkor is be fogja húzni. Hát az nem marad ott, mert ha ott hagyná, és nem biztosítanak, hogy leszakadnak tőből minden. Azt a mindenit. Nagyon jó. Azt a mindenit. Azért ez nagyon kemény. De akik vezették, jó pilóták voltak, nem? Hát gondolom tudod név szerint, nem kell megemlíteni, csak hogy ők nagyon szakavatott, régi, jó pilóták, nem? Mind a kettőt ismerem. Az Ugrik Csabit, ővel repültem még 29-esen is, tehát mind a kettőt ismerem, tapasztalt pilóták. Tehát azért mondom, hogy ilyen esetben, meg ahogy én sem tudom a helyzetet, és még egyszer nem is szeretik abba bocsátkozni, hogy történt, mint történt. Én látom azt, hogy te tudom azt, hogy előfordult olyan helyzet, amikor leszálláskor katapultálni kell. Ilyenkor mi történik a roncsal? Az egyszerűen leírja a Magyar Honvédség? Tehát mínusz 30 millió? Vagy mínusz 20? Vagy kisebb részletekben 30 ezeresével a két pilóta elkezdi egy Cofidis hitellel megpróbálni betörleszteni? Hogy néz ez ki ilyenkor, hogy kapnak egy fehér, egy sárga csekkert, hogy gyerekek, akkor havi 7 ezeresével kezdjétek el beutalni a Honvédségnek? Vagy hogy van ez? Ez úgy van először, ez egy protokoll, amit te mondasz, hogy először is a pilótának a felelőssége megállapítja. Ki írja a pilótára, de hülyén, hogy tényleg bárkinek esetében így történik, és utána megállapítják azt, hogy hibás volt a pilóta, vagy nem volt a hibás. És akkor onnantól fogva, hogyha ha esetleg hibás valaki, akkor valami jelképes összegben ráterhelnek. De nem lesz más csinálni. Van ez olyan pilóta... De általánosságban, bocsánat, Hende Csaba 13. havéja, ezzel ugrott, ugye? Igen, Csabi, van egy rossz hírünk. Oda egy gripper, úgyhogy a bónuszod, az most akkor picit, az most akkor hogy is mondjam, igen. Tehát tudni kell azért persze, hogy a Gripen nagyon, tehát ilyen szempontból korszerű gép, és sokan, amikor bántották a 29-es, én párti vagyok. Tehát minden pilóták többsége, aki repült a 29-es és a Gripen, ezt érdekességképpen mondom, a 29-esre élvezetesebb azt mondják a repülés maga. Tehát nagyobb élvezetet, a nagyobb tólóerőben mindenben, harci feladat szempontjából a Gripen egy éles helyzetben, jelenlegi magyar 29-es, amik voltak a paraméterre, mert vannak korszerű 29-esek, akkor ott azt mondják, hogy inkább a Gripen, hiszen egy olyan helyzetfelismerés, hogy az a situation awareness, az, hogy tud, hogy képbe helyezd, hogy te milyen helyzetben vagy, jobb a Gripen. Az jobb a Gripen. És hány Gripenünk maradt még, azt tudod? Hát mivel 14 darab volt, egy akkor nagyon nehéz így számolni. Nem tudtam, hogy hány van. Igen, nem tudtam, hogy hány van. Van olyan, hogy használt autó meg lehet venni a roncsot, vagy valami, mert hogy én tennék rá egy ajánlatot. De egy nagyon, mit lerakom a gyereknek játszik. Ha a motor nem sérült Balázsnak, jól jön egy lompúvónak. A Benny, amennyire műszaki zseni, egy év múlva azzal elrepül. Tehát nagyon imádja a színeket. Milyen jól néz neki a Gripen például a kertetben egy ilyen roncsot. Persze. Tehát 29-es esetében is több fogány lenne az embernek a kertjében egy ilyen, hogy most akkor beteszi be. Vannak ilyenek, hogy a régi 21-eseket árulja a honvédség, azt elmondom, hangsúlyozom, tehát halkan, hogy tényleg ilyen, ami nem repül, nincs bennem működő dolog, stb. Ilyen néhány 100 000 forintot régen még egy olyan 2000 valahányban. Tehát
előfordult, hogy valaki akar venni magának. Egy kis kátliknak jó lesz. Valami ajánlatot teszünk rá, gyerek, hadd örüljön. Zoli, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, sok érdekes dolgot mondtál nekünk, hát ez azért ez viszonylag zárt világ, és nem is nagyon ismerjük magát a rendszer, de érdekes volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltam. Jó. Igen, és én is köszönöm, és további szép napot kívánok nektek és a hallgatóknak. Drága vagy, köszönjük. Szabó Zoltánnal, Topival beszélgettünk. Köszönjük szépen, ciao. Hello. Hello, hello. Fú, gyerekek, azért ez kell. Na de nem, az amikor a kemény, hirtelen hozott kell egy döntőt. Ülsz hátul és mész. Hátul nézelődsz. Te vagy az oktató, elől a csávó, minden rendben, nézd meg Budaörs. Nem, azért a katapultálás előtt a minden rendben azért azt szerintem nem ízelik, hogy nézd Budaörs, ott a Tesco. Ó, de szép, hogy szerintem ott azért már a hátsó is tudja, hogy valami történik. Ha minden rendben, azért ott nincs katapultálás. Őrnagyóra a hátsó és elnézett az orra el. Fél egy, akkor mi ebéd még meg lesz. Tehát, ugye? Hogy azért ez a minden rendben majd katapultálnak, azért ez szerintem nem így zajlik, legalábbis a hallottak alapján. Tehát nézd balra tehén, nézd ott van Kecskemét. Tehát ez szerintem nem. Vagy a hátsó is tudta már, hogy ott valami gáz van. De hál' Istennek nem történt egyik különös. Igen, hál' Isten, jól van. Egyébként a Honvédelmi Minisztériumnak a honlapja szerint ők jelenleg ilyen orvosi kivizsgálásban vannak, ami egy rutin kivizsgálás. Na, eljátszunk, mi pedig egy jó kis hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Dia vagyok Enyingről. Hello, Dia! Dia, ugye tudod, hogy milyen nyereményünk, nyilván ezért telefonáltál ezen a héten. Hogyne. A gyerekeknek játszunk. Gyerekeknek, te kiket őrzöl, vigyázol rájuk, kiket tanítasz, nevelsz? Én egy anyuka vagyok, Enyingről a Tinódi Lantos Sebessé Református Iskolából, és a kislányom harmadik osztályos. Hányan vannak ebben az iskolában, tudod? 200-an. 200-an, no. Nagyon jó, nagyon jó. Ipari mennyiségű zavot. Adunk a másik iskolának is belőle. Jó, gyerekeknek reggelire, ha tudnak ott a konyhán zapkását csinálni belőle, tényleg hetekig tudtok ebből enni. 300 kiló a maximum megnyerhető, hát ez rengeteg. Reméljük, hogy meg lesz. És téged bízott meg a suli, hogy próbálj bekerülni, vagy minden szülő azt mondta? Saját magamtól. Tényleg? Aha, igen, én saját magamtól gondoltam úgy, ez most így nagyon ránk fér. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy körbevettem magamat anyukákkal, apukával, a férjemmel, az anyósommal, úgyhogy így próbálunk játszani saját magamtól. És miért gondoltad, hogy rátok fér? Hát, mert a múlt héten pénteken leégett az iskolánk teteje, kiégett egy épületszárny, úgyhogy a gyerekek most egy másik iskolában tanulnak, és hát nagyon-nagyon ránk fér most egy kis öröm, és azt hiszem, hogy ha most sikerül a játék, akkor fognak örülni. Tehát, hogy leégett az iskola egy része? Igen, igen, kigyulladt a tető, egy elektromos zárat következtében megsemmisült, 19 éve működik az iskolánk, az az irattár, ahol őrizték ez alatt, az idő alatt megírt iratokat, úgyhogy, és hát onnan tovább terjedt a tűz. De nem lett baja senkinek? Nem, ez egy hajnali tűz volt. Hajnali tűz. Nem lett baja. A tontermeknek sem, viszont nagyon kunya állapotok vannak. Elektromos hálózat, fűtésrendszer szinte teljesen meg sem is volt, úgyhogy elég a kár. Van, aki segít, vagy érkezik kárenyhítés? Igen, majd a biztosító nyilván valamennyit fizetni fog, és hát próbálunk összefogni a szülők, tanárok, pedagógusok, gyerekek. Egész hétvégén takarítottunk, kapartuk a falat, vittük a kormot. Tehát tényleg nagyon nagy az összefogás most már az új rész, ami csak idézőjelben mondom, kormos lett, ott már a festés zajlik, hogy a gyerekek szépen lassan vissza tudjanak menni. De hát még a nagy része vissza van, ez körülbelül 15 milliós kár, amit mi nem tudunk kifizetni, azért egy kicsi iskola, úgyhogy a tinodi.hu honlapon lehet információkat találni, és hát hogyha van valaki, aki segít, azt megköszönjük. Na hát, ha akkor ezek után, hogy ezt így elmondtad nagy nyilvánosság előtt, akkor azért tudunk mi is egy picit segíteni, és hát néhány száz kiló zabbal, hogy legyen energiátok. Hát az és egy kis boldogság, mert hogy boldogságot is termel az zab egyébként. Így van, köszönjük. Na, milyenek a kérdések, Janim? Szerintem menni fog. Könnyű kis kérdés volt. Hol a többi szülő, mert olyan csöndesek, vagy többi tanár azt mondta, hát hogy magad köré gyűjtötted. Kivonultam, hogy ne gerjedjünk össze őket. Ott vannak, de jó. Ott vannak, olyan csöndben voltam, mondom, milyen fegyelmezett társaság vagy. Vigyázz valójnek, hát csittegtem egyfolytában, hogy csicsit. Nagyon helyes. Menjünk? Igen, induljunk. Na, így szól az első kérdés nyakbaakasztóért és 100 kiló zabért. Ki volt Sandra Bullock partnere a Féktelenül című akciófilmben? Keanu Reeves. Így van. Oh. Yes. Sandra Bullock vagy Keanu Reeves rajongó, vagy azért tudtad? Én.
Hát Keanu Reeves-en fogja. Ja, aha, Keanu Reeves rajongó. Mi menjünk tovább, jöhet a második kérdés? Hát hogyne. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Milyen nemzetiségű csapatok játsszák az idei labdarúgó bajnokok ligája döntőt? Az biztos, hogy spanyol. Az egyik? Az egyik. Olasz, mondja a férjem, olasz. Ott a férjem is. Hasítotok! 200 kiló zab a kutyafáján. Numero 1 in Germany. Na? Nyilatkozz. Nem értettem a kérdést. Nem volt még. Hogyan ja? 300 kiló zabnak neki menjünk? Persze, hogy ne. Halló, kicsit halkabb van a rádió. Igen, csak visszamentem, majd önnek segítenek. Azt mondja, hogy melyik az a Komárom-Esztergom megyei település, amelyről a hagyomány szerint egy járművet neveztek el? Kocs. Ez a... Ennyi van! Ott is van! Három más az ab. Három más az ab, így van. Hát az... Ettől lett energiánk. Ettől kiszaladtok a világból annyi energiátok. Jó kedvünk is, köszönjük. Egészséges szépen. Is, jó is. Na, hát akkor ügyesek legyetek, jó? Remélem, hogy tudtunk segíteni, a honlapot elmondtad, úgyhogy bízunk, mert nagy azért ez a dolog is megoldódik. Jó, Dia? Szépen, köszönöm szépen. Ügyesek vagytok. Kép napot nektek. Ciao. Hello. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Elvitték. Ügyesek voltak. Ügyesek voltak. 9 óra múlt 5 perccel jövünk Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt 19 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nem. Jó, ide nem. Vártam, pedig nem, már nyújtam a malacét. Nem, azt sem mondom, de más sem mondok. Uh-huh. Nem erre gondoltam. Nem erre gondoltam most, ja. Hogy ezt mondom, hanem mást mondok. Semmi nem. Felé, de nem. Nem, most nem csúnyát akartam mondani, hogy igen. Hello gyerekek, hanem... De annak idején szerettük. Nem. Az első 4 hónapban. Úri ember vagyok. Azt mondja, azt hitted, hogy jaj, gyerekek, az igen. Lesz, de nem. Figyelek rá, hogy ne én tegyelek benneteket gazdaggá, majd a karácsonykor kinyitjuk azt a perselyt. Azt mondja, hogy közlekedjünk egy picit, csopak belterületén mérik a zsekák. Aha, ez a Balatonfüred felől érkezőket, ez új, remélem nem bántó rájuk nézem, mert nem akarom őket bántani. A dolgukat végzik, a zsernyákok, a rendőrök, mert most a zsekák, ez zsekák. Egy új szleng. A zsekák a Balatonfüred felől érkezőket mérik. Mókus küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Budai alsórakparttól lassú haladás, Bakcsomópontnál van egy baleset, és amiatt is lassú haladás, sokan állnak és nem tudnak bejutni a fővárosba. Aztán M6-os 45-ös kilométer Budapest felé, autó keresztben a leállós a külső sávban, csak a belső sáv halad, üdvözlettel Vító. A 3-as főúton forrón, a szokott helyen Miskolc felé drága képekkel várják az üzemben tartókat, Johnny Waste küldte nekünk, és az M6-os 65-ös kilométerénél, nem ez ugyanaz. Baszom, mert autó keresztben a leállós a külső sávban, az előbb elírtam, tehát nem a 45-ös, hanem a 65-ös kilométernél az M6-osnál helyesbített nekünk a hallgatón. Köszönjük szépen. Bosnyák tér környéken állítják a háromlábút, be a üzeni, és most rakják ki a trafit Baján a Kölcsey 73 előtt. Hát ez már kicsit régebben jött, úgyhogy valószínű már az a trafi az kint van, és dolgozik. Érdemes rákeresnetek, egyébként a YouTube-on írja nekünk egy hallgató, visszatérünk még a fura hangokra, mivel foglalkoztunk, hogy hány magyarországi helyen is vettek föl ilyen fura hangokat. Köszönjük szépen, de azokat már nem fogjuk lejátszani. Figyeljetek, egyébként ezzel a témával kapcsolatban csak még annyit egy fél mondatot. Miért nem ott? Hogy nem, mert ezt már mondtuk, hogy ugye azért egy pár héttel ezelőtt beszélgetünk egy nagyon ismert, nagyon elismert, nagyon komoly UFO kutatóval, aki ígért nekünk bizonyítékokat, felvételeket. Jó, a holdra szállásokról. Azokat azóta se kaphatunk meg. Látszok, mi nyitottak vagyunk egyébként a Ferivel arra, hogy olyan dolgokat lássunk, halljunk, amik adott esetben meggyőznek minket arról, hogy ezek a hangok, ezek a bizonyíték igazak, hogy valóságos dolgok vannak mögöttük, és nem csak egy kamu, meg nem csak hisztikeltés, meg pánikeltés, vagy pedig nem csak népszerűsködés valakinek, vagy valakiknek a részéről, csak hol vannak a bizonyítékok. De hogy tudsz valamit bizonyítani, ha nincs rá bizonyíték? Állítólag vannak. Nem a holdra szállás, amik erre a hangra. Tehát a tudósok is azt mondják, ez egy elismert dolog, létezik, NASA, mindenki elmond, hogy oké, vannak.
De nem tudjuk, hogy mi ez. Ez nem egy kamu videó. Ezeket a hangokat nem tudjuk mi se nagyon megmagyarázni. Tippek vannak, de nincs rá bizonyíték. Nem tudom, hogy bizonyítani, ha nincs rá bizonyíték. Na most én a Nagybecskerek utcában nőttem fel, a Ferihegyi repülőtér közelében. Én nagyon sok ilyen hangot hallottam. Annak idején meg hozzá hasonlót, amikor repülőgépek melegítik a motorjukat, amikor leszállnak, amikor felszállnak, és akkor sem szaladtam ki az utcára, aztán kezdtem el kiabálni. De valószínűleg azért, mert egy repülőtér közelében laktál. Nem? Na most, ahol például nincs repülőtér, ott azért ez nehezebben elképzelhető. Nem? Mert hogy ezeken a helyeken nincs repülőtér egyébként. Tehát nem írják oda be, hogy ez repülőtér. Németországban, lakásokban történt. De mindegy, megbeszéltük már, most nem akarok újra ugyanazt a témát feldolgozni. Igazából csak mondom, hogy például Esztergomban is van ilyen videó. Mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Igen, baj van. Pannával, 6 éves, a lány. 6, nem 7? Hát, elmúlt. Ja, 7? Nem lehet 6. De 6 uh-huh. meg egy kicsi. Ja, 6 meg egy kicsi. Igen. Hetedikben van. Igen, hetedikben van. És elkezdődött az önállóskodás, elkezdődött az, hogy máshol alszom, apa. Fiúnál? Érted? Na várjál, uh-huh. itt a lényege. Van egy örök szerelem az oviban, és hát ők már tudják, hogy ne tudják, hogy ugye ez az utolsó hónap együtt. És most ő hazajött nagyon szomorúan, hogy ők sose látják majd többé egymást. Mondom, hogy kicsit túl dramatizálod életem, azért vannak még lehetőségek. És hogy ő ott más a suli, ahova mennek. Igen, de hát mondtam, hogy azért még összefuthattok vele, és hogy az van, hogy ő a férfinál akar aludni, mert az a szerelme. Jaj. A férfinál akar aludni, ami hát nyilván életkorilag nem jelent olyan veszélyt, ami majd egy 10 év múlva lesz érdekes azon férfiak számára, akinek lánygyereke van. De mit mondasz a lányodnak, aki kijelentette, hogy már pedig ő a Tominál fog aludni, a Tomiéknál fog aludni, és két estét is, hiszen hamarosan vége a dolognak. Tomiék nagyon helyesek, voltunk egyszer náluk, illetve a béka volt, én pont nem értem rá. Azért felmértétek őket? Tehát megnyomadjuk, hogy a vagyon. A családot, mi a vagyon, érdemes-e feltartani ezt a kapcsolatot? Érdemes-e gondolkodni valamiben, apuka mivel foglalkozik, ja Istenem, de szép ez eredeti munkácsi, szeretettel is nagyon, de örülünk neki, hogy hányat engedsz meg a gyerekednek, hogy ott aludjon, vagy egyáltalán megengeded-e azt, hogy ugyan ismerős szülők, de hát azért mégiscsak egy idegen ember, akihez megy, nem? Teljesen jogos. És hogy ha most én ezt megengedem. De jó, neki. Egyébként én rögtön azt mondtam volna, hogy igen, hogy én megengedném, hogy egy éjszaka, de most, hogy bedobtál ezt, hogy tényleg idegen emberről van, szóval, na most ezzel elbizonyítottál. Én pont nehezebben engedném meg 12 évesen, hogy egy fiúnál aludjon, mint 6 évesen. Tehát, hogy fiúnál aludna a virág, azt most így megengedni? Nem, a 6 évesen. Ja, 6 éves kislányára ott megengednél, mert ez tök jó, mert ugye már egészen kicsi korban ugye szoktatott hozzá a gyereket ahhoz, hogy egy picit azért legyen önálló. És hogy ne élje meg nagy traumaként azt, hogyha apu vagy anyu nincsen ott, ami azért később előfordul. Igen, ez tök jó ez a része, és tényleg azért is mondtam el, hogy majd 10 év múlva nyilván ez izgalmasabb lesz, vagy 6 év múlva, hogy fiúnál akar aludni, akkor már nyilván azt mondod, azt mondja, hogy... Igen, akkor nyilván azt mondod, hogy na, tudod mikor, de hogy itt... Jöjjön ide a fiú. Igen. És akkor mi ott állsz az ajtó előtt. Hát, mégis csak idősebb vagy, és nem? És négyen alszunk hát akkor... egy ágyban. Már legalább akkor már nálad történjen. És én alszom köztetek, tehát előbb az én testem, utána a lányomé. De hogy 6 évesen így azon kezdtem meg gondolkozni, hogy ez tök jó, hogy fogja magát, elmegy, és még egyszer mondom, halál helyesek a szülők, ismerjük őket. Mm-hmm. De mégiscsak odaadod valahova a gyerekedet. Nem azért mondtam. Figyelj, az én gyerekem 6 évesen összeházasodott egy kislánnyal. Gratulálok, mi szóltál? Hát mesem múzeumban voltak, most az Ovival is összeházasodtak, tehát óriási szerelem van. Indiai esküvő? Maharadzsa? Maharadzsa, elefántok, Buddha szobrok, ma Vishnu és Ganesha, minden volt. Na de ha azt mondaná a kislány, hogy akkor kedves újdonsült férjem ma este nálam majd szól, akkor te mit szólsz hozzá? Ha így bemondaná a kislány, azért akkor azon betérdelnék, az kemény lenne. Merikém, nincs ott elláttak ma nálam, szóval. És nagyon boldogát ezzel. Figyelj, nem tudom, szerintem hát a szülőket azért kell csekkolni, nem? Én mindig úgy indulok ki, hogy nézzük meg, hogy milyen veszély leselkedik a gyerekre. Engem csak ez érdekel. Emellettes ágyon alszik, onnan lezúg, van-e, mit tudom én, medence, amiben bele esetleg belefordulhat, jacuzzi, amiben a szülő beleengedi a gyereket, de te nem vagy ott, amikor a gyereket megcsúszik, hiába tud úszni, de elfelejti hirtelen, hogy leér a lába. Tehát én a veszélyforráson kívül, ha azt kizárod, akkor menjen aludjon. Na jó, de akkor elmész látogatóba, igen. Kis papírka, jacuzzi, letakarni. Nem. A papír nem kell, az ösztöneid. Elmész és körbenézel. A 6 év szülői ösztön után figyelj, én bemegyek egy lakásra, 6 helyen mondom meg, hogy mi a veszélyes pont, mert tudod. Aha. Mert ezen elcsúszhat, ott kieshet, az ablakon, a teraszon úgy tud kimenni, hogyha fölhúzza magát, akkor átesik a másodikról. Hát 6 év után nem így van, hogy még a gyereke nem történt semmi, és te már egy perccel előtte lefuttatod, hogy mi fog történni. Mondjuk ők ebből a szempontból sokkal kreatívabbak, mint mi. Én mégis mindenhol látom. Tehát hol van asztalsarok, hol van olyan, hol tud kiesni az erkélyen, én láttam olyan erkélyt, ahol maga a kő
tehát a járólap vége és az erkély korlát között van akkora rés, hogy a gyerek még egy évesen nálunk például kifért. Én voltam ilyen lakásban. Én nem akartam elhinni. Valahogy úgy csinálták meg a panellakást, hogy nem 20 centis rés van a korlát és a járólap vége között az erkélyen, hanem ilyen jó, mint a 30-35 centi, ahol már egy felnőtt ember nem esik le, egy kutya, egy macska, egy gyerek simán egy évesen. De hagyjuk ott a gyereket. Nagyon sok dolgunk van. Nem tudok reggel érte jönni. Nagyon kell mennünk. Ráadásul kicsi volt még, hogy úgy csinálták meg. Szóval ezeket a felméren, ezen kívül szerintem az ott alással nincs baj. Nyilván még nagyon kárt nem tesznek. Felmérted a lakást. Pici, mutasd meg, mit van. Hát az, azon nem. Már túl vannak. Igen? A zoviban. A tumival, tehát hogy ez már túl vannak. Felmérted a lakást, és azt mondod a gyerekednek, hogy figyelj, nem lehet, mert ez nem biztonságos is. A gyerek mégis azt mondja, hogy ott akar aludni. Akkor elmész a szülőhöz, ahol aludni akar a gyerek, és azt mondod neki, hogy figyelj, itt erre vigyázzatok már, és akkor esetleg alhat itt a... Ja, hogy ne bántsd meg a szülőt, hogy ne sértődjön meg. Hát igen. Hát, az mindig egy érzék. És a gyereked... Az mindig egy érzék. És a gyerekednek is jót tegyél, mert ő meg ott akar aludni. Én nem vagyok nyugodt például, amikor benni olyan helyen van, ahol van medence. Egyáltalán nem vagyok nyugodt. Nem is szívesen adok. És nem a szülőben nem bízom, nem vagyok nyugodt. Tehát, hogy egyszerűen az ember ott ül, és nézi az óráját, hogy jó, oké. És hiába ül három szülő a parton, és nézi, hogy mi történik. De te nem ülsz ott? Nem ülsz ott, nem vagy ott, nem tudsz a gyerekedre vigyázni. Még azt is hallod, hogy az úszó gyerek is, amikor például beesik, elfelejtő tud úszni. Megdöbbentő. Uh-huh. Annyira megijednek. Hírta. Hiába vízbiztos a gyerek, a medencébe esik, kicsi még, az esetek nagy többsége, mert megfullad. Nekünk hál' Istennek nincs ilyen ismerősünk. Ja, medencé. Persze. Hát vagy csak nem hívnak. Hát mámázitok van, hát most az... De itt szerintem ez szülőfüggő. Tehát, hogy annélkül, hogy ne ismernéd azokat a szülőket, és itt nem egy-két, én elhiszem, hogy Balázsnak van ebben rutinja, föl tudja mérni a helyet, föl tudja mérni a szülőket, de én nem hiszek abban, hogy egy-két találkozás elég lenne ahhoz, hogy felmért, hogy azok a szülők ténylegesen oda tudnak figyelni a gyerekre. Hát nem, az nem. A maga nem a veszélyforrás tudod felmérni, de az, hogy bemegy egy kiló cukorral, és odaadja a gyerekeknek a savanyú cukrot, a gyerekek hoztam cukrot tálba, egyetek, mert videóztok, hát az eszem megáll, hogy egyébként szülők miket csinálnak. Tehát akkor három éves gyereknek egyébként pisztáciát, kesudiót, meg pucolatlan diót adnak, és ott a gyerek ott az egész dióval ott malmozik a szájába. Hát én olyanokat láttam zsúron, hogy nekem az anyamat elhagyta. Egészséges olajok, érted? Következő történik, voltunk valahogy egy kis tányérka, benne fél kiló savanyú cukor. És eszik a gyereke. És nézd rám, a Benni, tudod, mert én nagyon beidomítom, mert nekem fulladásparám van. Tehát bármit csinál, de nem. Nálunk az a policy, hogy elveheti, zsebre teszi. És majd otthon megeszi veled? Nem, zsebre teszi, és elhozhatja. És ha felnőtt lesz, megelti, és a kis tündérkém gyűjti. Egyébként. Vagy egy ilyen 30 kiló cukor áll otthon. Igen, de hogy ő ezt tudja, mert erre beidomítottuk, sajnos így van. Minden szülő a saját félelmét kicsit beletáplálja a gyerekbe, de nekem az van, hogy egyszer valamit félrenyel, és nem vagyunk ott, és nem tudunk rajta segíteni. Cukor, savanyú cukor. De ha ott vagy, akkor ehet cukrot, azért nyugtass meg. Szeretem. Én nem szeretem. Nem éri meg a rizikó. Nem éri meg a rizikó. Én a szülőt is úgy adom, mint a petrezselymet, tudod, így fölvágom. Nem, gumicukor, nekem a fulladás. Tehát én gyerekkoromban nagyon sokszor megfulladtam. Mindenkinek van valamilyen parája, szerintem, amit a gyerekbe beletesz. Kinek a pó, kinek nem menj oda, megcsíp, megbar. Egyáltalán nem érdekel. Ú, a darás, tudod, nem tudom. Következő, és ül a gyerek egy ilyen vödörnyi savanyú cukorral, az egy három évesen nézi a nem tudom mit, ott Csillagok háborúja hatodik, és eszi a cukrot. Hát ott csak kiabáljon egyet föl, vagy valami. És anyuka adja neki a savanyú cukrot. Bödönbe. Vigyázz, Dumbo! De nem? Adnál egy három évesen, két és fél éves gyereknek egyébként savanyú cukrot? Ekkor tudod, az a nagy. Ránézek, meg fulladok. Szóval ezt nem tudod kiszűrni. Hát de akkor ha simán nem ébel, ott is egy falat. Figyelj, ha nem vagy nyugodt, és bármi történik, sose bocsátod meg magadnak, jöjjön át és aludjon nála. Aha, komolyan. Mit tesztek? Hekket? Normálisak vagytok? Ilyen is van. Hát én ilyet is láttam. Két és fél éves gyerek ül a rómain. Eszi a hekket. Csak egyszer nyúljon félre, érted? Hát szóval, hogy egy csomó szülő, nyilván nem biztos, hogy hibás, de nem méri föl talán az igazi veszélyforrás, nem adnék hekket a gyereknek. Vagy aludjott te is. Hát ez viszont nem rossz ötlet. Mama, milyen? Na, mit írnak a hallgatók, nézzük! Oda férünk? Hát biztos, hogy mennyire vagy túl sörhöz, oda férsz a sörhöz, biztos, mennyire vagy túl sörhöz. Felé leveszi a szemüvegét, onnantól kezdve minden szép. Igen. Apuka, ja bocsánat, ja, igen, szóval nem tudom, figyelj, tudod, ez olyan, hogy engedett, persze engedjük a gyereket, meg ne sértsük meg, de hogy inkább haragudjon rád egy napig, mint hogy történjen valami, és te úgy éljél, hogy egyébként azt magadnak nem tud megbocsátani. Én mindig inkább arra gondolok, hogy oké, veszünk össze Bennivel fél napig. Gyerek, hát nem hülye meg, 6-7 évesen már persze aludjon ott.
De természetes, hogy nem vagy nyugodt. Szóval, hogy bármi történhet. Én egyébként azt tartom őszintének, ha igenis, ha elmondod a szülőnek, hogy figyelj, mi az, hogy nálunk nincs édesség, nekünk cukrot a gyerek nem eszik, lehetőleg ne adjatok neki. Ha ezen valaki megsértődik, szerintem hülye. Tehát, ha hozzánk átjön valaki, és az a szülő elmondja, hogy figyelj, az van, hogy ezt és ezt ne a gyereknek ezt. Én tökre örülök, hogy elmondta, köszönöm. Veszed. Tehát ezen megsértődni és ebből ego kérdést csinálni, az a legnagyobb szülői hülyeség. Hogy nekem nem mondja meg az anyuka, hogy a gyerek, majd én tudom, mert én is nevelek egyet. Hát az attól behalok. De fölnöveltem kettőt, nekem nem mondnak, tudod, Isten. Neked hány éves volt a Virág, amikor először úgy aludt külön, hogy nem rokonnál, mondjuk nem mit én a testvérednél? Hát nálunk ez nagyon későn jött el ez a pillanat. Ő többször bepróbálkozott, de aztán mindig hazahozatta magát. Ja, mindig először kedve volt hozzá, de utána amikor oda kellett volna eljutni, hogy akkor csokolom, akkor leoltjuk a villanyt, és akkor igen, akkor telefonát, hogy vigyük haza. Aha. Tehát nálunk ez bőven 10 éves kor fölött volt. A másik szülő egyébként tudja, hogy kérdezi, hallgat, hogy a panna ott akarodni, vagy a panna csak neked mondja, hogy ott akarodni, és te beállítasz a pannával, és így néznek rá, hogy segíthetünk Feri. Hát jöttünk itt aludni, kis hálózsákkal, érte, és sapkával ott állt. Ezt a hapsiával találták ki, a Tomival. Viccelsz? Ez teljes kész. Ő, ők ezt megálmodták. Igen, már az esküvő is megvan, szerintem az időpontot is kitűzték, még erről nekünk nem szóltak, de már megvan, hogy ők hol fognak élni, és mekkora lesz a család. Olyan kamerás szettem van otthon, hogy te mozgathatod a kamerát. Telefonról? Telefonról tudod mozgatni a kamerát. Rakjál le egyet. Rakjál le egy kamerát. És bele tudok szólni. Bele tudok szólni otthonra. Visszavonod a kezed? Mit csinálsz? Tehát tudod nézni a kameraképünket úgy, hogy te walkie-talkie-ként egyébként wifi kapcsolaton keresztül be tudsz szólni a kamerában. És bele is, hogy az ottaniak hallják. Panna, viszed el onnan a kezed. Kamerázd be a szobát. És néha beszólsz a pannának. Panna tudja, hogy ott a kamera. Szülők nem tudják. Aha. Vagy a panna se tudja. Volt a Beninek bármiféle baleset a korábban? Valami komolyabb baleset. Tehát, hogy elesett, beleesett, összetörte magát, megvágta magát, bármi, fulladt, stb. De fulladás nem. Azt akarom kérdezni, hogy tehát van valami konkrét oka annak, hogy félsz, mert te például nem szereted az ilyen nagyobb tablettákat, azt tudom, mert félsz, hogy nem tudod lenyelni. Minden szülő olyan, mintha kivetítened a gyerekre ugyanazt a félelmet. Ezt minden szülő. Nem csinálsz mást a gyerekkel, mint a saját paráidat ülteted bele. Amitől te nem félsz, azt attól nem félted nagyon a gyereket. De ha ezt nem tudod, akkor miért vetíted ki rá? Nem vetítem ki rá, nem vetítem ki rá, 3 évesen nem szeretem a cukrot adnak a gyereknek. Ez szerintem inkább óvatosság, nem? Na de már 6 a Benni, milyen 3 évesen? Hát jó, most rágózhat. De én nem szeretem ezeket a nagyobb dolgokat. Tehát, hogy ez kérdés, mennyire kivetítés, mennyire az, hogy nem tudom, próbálod ettől megóvni. Én inkább azt mondom, hogy vetítsd ki óvnak, ha nem teljesen bagatell a dolog, hogy most nem tudom, pókoktól vagy valami. Mindenkinek van parája szerintem. Ha nincs, akkor vagy... Tehát, hogy valamit te beleraksz a saját gyerekedbe, mint félelem, amitől te félsz, nem? Igen, vagy csak félsz, mondjuk az lenne logikusabb tényleg, hogyha a gyerek már megvágta magát, vagy mit tudom én, kényszeresen vonzódna a késekhez, meg a mindenféle eszközök, megvágta volna magát kétszer, akkor nyilván... Valakinek például az, hogy nem ülteti be más autóba, mert nem szeret. Aha. Ne bevezesse más, nem ülhet a gyerek már, vagy volt balesete, vagy átélt valamit, tehát hogy ne vigye az ő gyerekét más. Én ezt is meg tudom érteni, hogy ő attól rosszul van, hogy nem ő vezet, és az ő gyerekét mondjuk nem viszi más. Tehát, tudom, hogy sztereotípia, meg már tényleg mi is sokszor voltunk, de hát passzus, mi is fölnőttünk valahogy. Tehát mindig akkor azért az embernek eszébe jött ez is, hogy mi aztán meg ki voltunk csapva. Na így azért nem lehet gyereket nevelni, hogy mi is fölnőttünk valahogy. Tehát, hogy most oké, mondok egy valami, nem tud úszni. Van valahol egy jacuzzi, nem vagy ott, mert nem parázol attól. Most érted, belefulladt. Hát szerintem szülőként sokkal élesebben kell felmérned ezt, mint amennyi félelem benned van. Bányatóhoz jártunk ki gyerekkorunkban, ott is voltak, aki nem tudott úszni. Isteni szerencsé, hogy nem történt semmi. Ettől még azért a te gyereked nincs biztonságban, mert te is felnőttél valahogy. Tehát ez a én is felnőttem valahogy, mennyi nyugodtan, hát azért ez elég sarkított dolog, vagy elég egyszerű hozzáállás szerintem, hogy hát mi is felnőttünk velünk, sem nekünk is adtak savanyú cukrot, mit tudom én. Szóval, ennél szerintem azért egy kicsit jobban kell őket félteni. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindig ott vagy, és állandóan ott vagy mögöttem, a gyerek sose lesz önálló. De ezeket kiszűröd, akkor azért attól még szerintem ártani nem árt, az nem? Vagy máshogy látjátok? De. Megvan a veszély annak, hogy a gyerek egy picit paranoiássá válik. Tehát, hogy mindentől és adott esetben indokolatlanul elkezd félni. Vagy sok mindentől, sok olyan dologtól, amitől nem kellene egyébként. Tehát, ha veszélyre felhívod a figyelmét, meg hiszel benne, bízol benne, hogy akkor ezt így be is fogja tartani, akkor lehet, hogy el lehet engedni. De hát ez nagyon jól kell ismerni egyrészt a gyereket. Én hogy ez a szülővonal. Tehát, hogyha például papa sporthorgász, és akkor előszeretettel hagyja kint a mindenféle kis cájgokat az asztalon, akkor én oda nem nagyon engednék. A panna nem eszik izét műhalat. Nem. Rendes halat eszik, de így a gumi az kicsit megregedett. Nem szapogatja a villantót. Igen, horgokat dolog azt a szájába. Zoli lányos apukának van egy jó felvetése, hogy most megengedett 6 évesen,
és amit te mondtál, hogy 13 évesen már nem engeded én meg. Is azt gondolom, mit mondasz? 13 mi? Évesen, amikor azt mondjuk, no de 6 évesen ott aludtam a Tominál, most na, nem, ezt fogja mondani, szerintem is azért, mert 6 évesen ott aludtam, hát addigra azért már nem lesz hülye a gyereket, hogy az, tud különbséget tenni a 6 éves ott aludás és a 13 éves ott aludás között. Igen, most jobban engedd meg szerintem, mint az menjen nyugodtan, aludjon ott. Tehát nagyon nagy baj nem történt. Jó, de az igen. Etetését is vállalni, Tomiék. Öljenek le egy fél marhát? Azt mondott, hogy ott aztán hújjanak az állatok? 13 évesen meg se fogja kérdezni Feri egyébként. Tehát, hogy... Nem akarom. Tehát 13 évesen nem fog a gyerek adat állni, hogy akkor most... Cső, na jó, 13 évesen még azért igen. Tehát 13 évesen még. Csodálkoznék, 13 évesen ez belöki. Cső, ma máshol alszom. Cső. Mi van? Cső, jövőre 8-os vagyok. Megtehetem, nem? Igen. Ha hív a pasim, mondjátok, itthon vagyok, mert máshol vagyok, tudod. Mi másik pasinál. Azért mi van? 13 évesen már a szeretőjénél van. Szóval, hát nem tudom. Na jó van, akkor hadd menjen a gyerek. Ez mindig egy nehéz, hogy hol, meddig vigyázol rá, meddig óvod, és mikor veszélyezteted az önállóságát. Szerintem az, hogy ne egyen mondjuk a gyerek cukrot, tehát tényleg a mi példánk, azt szerintem attól még a gyerek nem veszíti el az önállóságát. Uh-huh. Ha ott vagy, és nem öltözted, és mindig fölöltözteted, és mindig sapkát adsz rá, és hozod viszed, és soha nem csesed, és mindig ott vagy, és helyette megoldasz mindent, akkor elveszi az önállóságát. Ha azt mond neki, hogy figyelj, én ettől félek, cukrot inkább ne egyél, hallottunk már ilyet, attól még a gyerek nem lesz nem önálló szerintem. Tehát, hogy a kettő között azért éles határvonal van. Hogy azt mond neki, hogy figyelj, az a szabály, hogy nem, mi nem eszünk. Nem, nincs cukros üdítő, nincs cukor, nincs csak nem, ezt nem. Tehát az önállóságát egy gyerek nem ettől veszti el, hanem hogy egy bajban nem arra ösztönözött, hogy hogy oldja meg, egy probléma forrás, vagy egy problémát megoldasz helyette, ha konfliktusa van, oda mész, és lerendezed úgy, hogy neki semmit nem kell csinálni, megóvod mindenféle lelkisérüléstől, és majd te elintézed helyette, tehát ezzel többet ártasz, mint hogy bizonyos szabályrendszert egyébként betartatsz vele szerintem. Tehát azok a felnőttek, akik önállótlanok, azok nem azért lettek, mert az anyjuk helyette megette ezt, vagy azt, meg felvágta, hanem mert egy csomó mindent máshogy csinált, vagy megóvta, vagy helyettük intézett, és nem készítette föl a valódi életre, és nem mondta azt, hogy oké, van egy problémád az ovistársaddal, mondd meg nekem akkor, hogy mi lenne a megoldás. Vagy akkor ott vagytok ketten, leülteted a két gyereket, és azt mondta, hogy dumcsizzátok meg, és 5 perc van mondjátok el, hogy milyen megoldásra jutottatok. Így tudod szerintem önállóságra nevelni. Most félted ettől, attól, hát azért ettől nem veszít önállóságot, nem? Nem, de szerintem egyébként a paranoiát úgy nevelheted bele a gyerekbe, hogyha nem tudod, hogy épészérvekkel alátámasztani azt, amit mondasz neki. Például azt mondod neki, hogy ettől meg attól megfulladt az gyerek, visszakérdez, miért veled volt? Nem, de olvastam valamit. Tehát, hogy ez nem számít. De hogyha mit tudom, én megmutatom a kezem, hogy basszus, nézd meg, hogy elvágtam az ujjamat, amikor játszottam a késsel, kis, na ez már bizonyíték a gyereknek. De hogyha csak a nemmel úgy hallottam, bele hogy... Bele fog állni a kezedbe. Meg mert izé. Tehát, hogy épész érvekkel kell alátámasztani, és akkor a gyerek nem fog... De miért a cukortól egyébként csak akkor fulladsz meg, ha te meg a gyerek rodó megfulladtál? Tehát a gyerekek, kilószámra meg... eszik ezeket, és bármelyiktől megfulladhat. Na igazából. Én értem, de mondjuk egy falat kenyeret is félrenyelhet. Persze, attól is félrenyelhet, persze. Persze, bármitől megfulladhat. Csak azt mondom, hogy azért nem azt jelenti, hogy ha nem fulladtál meg, akkor nem beszélhetsz fulladásról. Tehát csak az élmény, amit átéltél. Na, gyere csak át a másik szobán. Na, nézd, tessék, nagymama megfulla. Hát most már 10 éves. Értem ez azért, hogy ami veled történt az ér, ha nem történt vele, tehát a kés éles, és soha nem vágtam el a kezem, de elmondtam a Beninek, hogy elvághatod. Tehát akkor nem mondjam el, hogy nem vágtam el a kezem, mert nem vágtam el, akkor nem éles a kés. Tehát az érvelésed alapján csak azt mondjuk el a gyereknek, ami velünk meg történt. Mit vágjam el a kezem? Nézd meg! Így van. Hát ez nagyon okos. Mint a Terminátor 2-ben, mutasd meg neki. Bemegy a konyhába, körbevágod az alkarodat, lehúzod. Igen, és egy műkat mozgatok. Mikor lesz az ott alvás? Nagyon izgulunk. Ma este. Ma este? Jó van, védekezzenek azért, azt mondom. Jó. Ez a legfontosabb. Minden más csak körítés. 3-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Jövünk mindjárt egy pici reklám után a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-10 múlt pontosan. 1 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy... 10 éves gyermekem 3 napos osztálykirándulásra megy júni elején. Szerintetek? Kérdezi Timi. Nem egyszerű, igen. Én nem tudok úgy lefeküdni, hogy a piciknél ne ellenőrizzem a rágót. Párom kész van. Ettől. Írja egy hallgató, igen. Ha egy tóba belefullad évente 10 ember, a statisztika, amíg az egyik nem ismerős. Pont. Igen, szerintem is jobb óvatosnak lenni nyilván. Bajtok igazad van, 5,5 éves kisfiam kívülről fújja a tiltólistás dolgokat, kemény cukor, tiktak, nyalók, a rágó, semmi szükség rá. Szegedi gyereklinikán 2 éves gyerek tüdejéből alig tudta kiszedni egy tiktakot. Én még az almát is apró kockára vágom.
Nem mondjátok egyébként, hogy 2 éves gyereknek TikTokot kell enni. Tehát, nem hogy így, mit tesz hozzá, nem? Nem, hát. Persze, hát ez semmi. Csak egy tízből egy világot. De ez nem a terméknek a problémája, hanem aki odaadja neki, meg hozzáférhetővé tesz a gyerek számára. Igen, én fiam 16 éves, moment foci tornára, ez az első külön alvás, a 16 éves. Eddig mindig hazahozatta magát. Hát 16 évesen hát, azért az már lehet, igen. Balázsok, igaza, mert én a 6. emeletre költöztem, a gyerekek kicsik voltak, ledobtam egy paradicsomot, és közöltem, ez lesz a fejetekből, ha kiestek. Évekig kerülték az ablakot. Ez meg nem rossz. Na! Igen. Balázs teljesen beteg, még a tarhonyát is felvágja. Zseli küldte nekünk, igen. Azt mondja, hogy igen. A cukorra kötni kell cérnát, vissza tudod húzni, ha félre. Ez okos. Ez nagyon jó. És ha nem vagy ott, akkor a gyerek fogja az izének a végét, a madzag végét, és... önmentés. 19 éves vagyok, a szüleim nem engedik meg, hogy a barátomnál aludjak az évfordulónkon. Aha. Hát azért az fura. Hát 19 évesen, az meg már a másik. Az meg már a másik véglet, igen. Hát felnőttként. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Egy tudományos cikk lehozta, hogy mikor érdemes a férfiakhoz hozzászólni, hogy a nők elérjék azt, amit akarnak, és mikor nem szabad hozzájuk szólni. Kielemeztük ezeket a pillanatokat, és arról beszéltünk, hogy mi mikor utáljuk a legjobban, ha párunk beszélgetni akar, mit nem értünk a nőkben, és női hallgatóink is elmondták, hogy mi a megoldó képlet pasiukhoz, mikor kell egy-egy férfihoz úgy hozzászólni, hogy teljesüljön a kívánság. Valamint felhívtuk Szabó Zoltánt, Topit, akinek volt már katapultálása, hogy meséljen nekünk erről, ki dönt, hogy kell katapultálni, és mi történhetett ezen a magyar Gripenen, ami ugye hát lezuhant hat gyakorlat közben. Aztán kiderült, hogy nem lezuhant ugye, hanem a már a leszállási fázisban volt egy probléma. Gond. Így van, és a leszálló pályán kellett a fiúknak katapultálni, akik jól vannak. Úgyhogy Zolival beszélgettünk erről, aki régebben MiG 29-est vezetett egészen hosszú ideig. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Itt vagyunk. Hello Csabi, jó reggel! Jó reggelt, szevasztok! Olyan filmcímeket mondtak itt, meg beszélgettek filmekről, nagyon le vagyok maradva. Hadd csak! Ebben van társad. Igen. Egy-két sorozatot megvitattunk, hogy ki mit néz, meg most mi a jó, meg mit kell nézni. Igen, bármikor hosszan tudok beszélgetni a nem látott filmek listájáról. Nagyon hosszan. Én egyébként, én nem vagyok egy irigy típusú ember, de tudod, hogy az időtöket irigyelem, hogy mikor van nektek. Nem, jaj, ne fárasszám már ezzel. Jó, az emberek arra van ideje, amire szakít. Ez, igen, mire nincs időt? De állandó, meg kerti parti büfet rengesz valahol. Így is van, látok, meg zenélsz, meg koncertezel, meg fellépsz, meg bulizol. Hát nem érdekelnek a sorozatok, azért nem nézed. Nem azért nem nézed, mert nincs időt, hanem mert nem érdekelnek, nem? Egyébként lehet, hogy ebben igazad van. Ha ugye, lenne időm, sem azokat nézném. Hát nem, hát nem vagy sorozatfüggő. Este nekünk ez olyan, mint egy jó desszert, hogy alszanak a gyerekek, és akkor még egy részt valamiből, csak úgy megnézed. De lenne időd, ha szeretnéd, csak vagy koncertezel, vagy... Én igazi desszertet fogyasztok helyette. Vagy igazi desszertet nézel, igen, de mi megvitatjuk, hogy mik a jó a sorozatok. Van most 2 nagyon jó egyébként. A 12 majot megcsinálták sorozatba. Ha az mond nektek valamit, hát nyarnira nézek egyedül, a támaszom ebben. Hát tudod, az az egyik része. Nagyon jó. Igen. Brad Pitt, Bruce Willis. Mindig úgy, hogy egy majom belép, és egy nem majmozott majom. Bruce Willis. Tőle. Így van, 12 részes, minden részben egy majom. Egy majom. Ennyi. Na mindegy, szóval vannak jó sorozatok. De este 10 egyébként pénteken, miután lefeküdt a család. Na, akkor. De szép is lenne egyszerre. Úgyhogy nem vagyok este lefeküdt a család. De ha ránéznék az SMS falra, már látnám, hogy a családról veszed el az időt. Nem. Meg hát senkinek semmi köze, nem? Egyébként. Hogy miről veszed el az időt. Mindenki azt semmit akar, persze. Mi újság, Csabikám, jól vagy? Egyébként meg azt gondolom, hogy teljesen minden rendben van, főleg annak fényében, hogy folytatódik a klassz nyár 2015, hát gondolom erre az információra vágytál. A világsztárok nyara a Klassz FM-en, és ugye 29-én, gondolom ti is megkaptátok a meghívót, így jöttök, akkor lesz a nyitóbuli a Budapest Parkban egy Well Hello koncerttel, és erre 50 jegyet adok ezen a héten, de VIP körülmények között nézhetjük, ráadásul hallgatóink is, akiket viszünk, úgyhogy erre lehet jegyet nyerni ma is. Nagyon jó, hívjuk a nap hallgatóját. Morning show. Az bizony! Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, mi vagyunk, hello! Sziasztok! Nem írtad alá, nem tudom, hogy hívnod. Miki, hello Miki, hol hallgatsz minket, Miki? Pesten többnyire. Pesten többnyire. Már dolgozol munkában? Dolgozom, persze.
Igen. Jani mondta, hogy külföldön volt, ugye mindig cinkeljük ezért picit, ráadásul ugye Lengyelországban, ami tényleg nem egy rövid távolság. Azért egészen messzire merészkedett magához képest, te pedig annyit írtál kommentként, hogy mennyi volt Lengyelországig a kiegészítő jegy a 4-es 6-osra. Ezt írtad. Szerettük, úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Gyerek zárolt hátul, nem tudtam kiszállni. A határnál egy szajtrot húztak a fehérre, és mondták, hogy nyugodj le, nyugodj le. Nem lesz baj, nem lesz baj. Így van, ez még Kispest, ez még Kispest. Igen. Köszi, hogy minket hallgatsz, és hogy írtál, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Rendben, köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, hello, hello, hello. Csabikám, remek zenék? És mindezen túl, hogy játszom is, hozom a klasslágereket, egy viszonylag frisset is köztük, Freddy Verano, mert tudom, hogy szeretek a friss, a nevek kivegőrül. De a Sam Smith viszont megvan. A Sam Smith meg. Na, vele együtt készítette a Freddy a Moments című dalt. Ajánlom. Volt valaki Roxette koncerten? Hát, na. De őszintén elkabúzni, nem ám azt találtam a Velveten a feljelentőt, hogy aztán ott voltatok, csak így rejtőzködtetek. Sor voltálok Ferivel egymás mellett egy-egy cipóin gyújtóval. Senki? Senki? Nem. Te se csak. Hát én azt vártam, hogy te majd elmész, és beszámolsz róla. Nem mentem. Kíváncsi lettem volna, hogy milyen. Jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00. Ez a telefonszáma, szeretnétek dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.